Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. 6 óra múlt pontosan 12 perccel itt vagyunk újra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri! Szevasztok! Hello mindenkinek! Itt vagyunk. Nem hozzám fűződik a gaga, már néhányan nekem megköszöntek, drágák vagytok, nem. Bárcsak így szerkeszthetnénk a zenéket, nem ezek szólnának, de nem. Szóval, hogy nem. Gaga is, te összefortál. Igen. Ha ebben az országban, ha valaki gagát hall, akkor egy, nem? Igen, azt gondolják, hogy... Egy, hát, örüljünk neki. Hát, ha jó, akkor fogadjuk el. Igen, Balinak ma gagás napja van, berakott egy gagát, de nem, ez be volt szerkesztve. Ennél vannak jobb gagák is, szerintem. Gaga egy kicsit lecsengett az utóbbi időben. Pihen. Igen, ez az utóbbi album, ez valahogy nem annyira volt nagy durranás, mint mondjuk a Master. Most már nincsenek is szerintem olyan sztárok, de ezt lehet, hogy beszéltük is, akik nagyon hosszú távon tudnak. Valószínűleg már ilyen marketing fogások vannak, hogy kicsit megtoljuk a gagát, akkor eladunk egy pár millió albumot, nem sokat. Elszomorkodik ő a jogdíjakból, meg azok ugye, a fellépések. Hát azok szépen jönnek, vannak, persze. De ettől függetlenül nem volt akkor. Nem volt ilyen nagy slágere mostanában. Vagy hát legalábbis nem ütött akkorát igazából. Hát nem ütött akkorát, Jenő. Vagy nem ment át, igen. Vagy nem ment át a szíren. Más országokban dübörög. Igen, de hát ott sikerült úgy látszik meggyőzni. Valakit itt nem. Nálunk visszafogottabb a dolog. Mi újság van annyira, fájderekom. Miért? Mit történt? Teliszeztem, és kicsit kivegyek. Na. Edzettem tegnap egy órát edzővel. Várjál, mérkőzés volt? Vagy nem edzés, tegnap szigorúan edzés. Holnap egy fontos meccsem van, és tegnap edzővel edzettem. Új, hallottad, ez egy fontos meccsem van. Nagyon kemény meccs. Holnap egy nagyon fontos meccsem van. Tétes meccs? Tétes meccs, igen. És úgyhogy edzettem méghozzá, US Open borításon edzettem a Folyondár utcában. Hozzáltál neked egy US? Nem, van egy, ahol a versenyzők készülnek, versenyzők mellett edzettem. Aztán hozzáltál az ütő mellé egy borítást is most. Ja, mondtam, hogy ezzel játszik Roger. De mi ez? Mi ez a szar? Mi ez a salak? Ez egy kevés ilyen hely, sőt, tényleg nagyon kevés ilyen. Más, teljesen más, hogy patta, más a salak, más a gyors borítás, igen, igen. Gyorsabban jön, tehát ahogy lepattan a labda, ugye effektíve gyorsabban indul el feléd, és máshol van a találati pont, igen. És a labda is más? Hát a labda önmagában nem, edzőlabdák voltak, az nagyon nem más. Persze vannak külön salaklabdák, ilyen olyan labdák, mit tudom én, de nem volt külön. Egy ilyen kosárra hozza az edző, mindig is egy kosárlabdát elütögetünk. Csak maga a pálya nagyon, mert iszonyatosan gyors. Azt tehát, hogy van különbség pálya és pálya között. Azt a vakítást, amivel benneteket szivatnak, ez hogy? A versenylabda, izélabda, otthoni labda, pályalabda. Nagy különbség van a labda és labda között. Igen, most nézd meg a kezemet, ilyen lelkesen ütöttem. Utoljára Nadalnak láttam így az Ausztrál Openen a kezét. Szét van menve a kezem. Ő se nyert, vigyázz. Igen, ha le kell... tépelnem, majd holnapra leragaszkodom. Végre megint tényleg úgy nézett, mint egy sportoló. Igen, szét van a jobb kezemen, szét van. De szép. Szét van szakadva. Na de most mi volt? Vagy arra gyúrtál, ami nagyon megy, vagy azt csináltad, ami nem megy? Nem, arra, ami nem. Azért. Nem. Tenyeres mi? A tenyeres nem, a tenyeres. Én egykezes fonákot ütök, és a fonákot, ugye a fonákot javítottunk. Ez a legtöbben kétkézzel ütik, de az egykezes pörgetett fonák az, ami... Nyilván az a profi, tehát a jó kulcs. Szebb valahogy, igen. Tehát, hogy kevesen ütik. Csak talán egy-ketten. Nem lehet, hogy az azok, hogy azért nem ütik, mert nem lehet olyan jó megütni, mint két kézzel, tehát jó lenne, ha te is átszoknál a két kézzel. Hát, aki jól üti, az egykezes, az jól üti. Tehát Roger egykézzel üti, Wawrinka egykézzel üti. Aha. De azt azért így nem írják Dimitrov meg a sportlapok, hogy Roger Dimitrov Sebestyén üti jól az egykezes. Azt még nem. Még nem. Ha mások úgy tudnám ütni, mint a Wawrinka, az a bőve jó lenné. Na, de a Nadal is szét van szakadva, múltkoros Balázs is szét van, egyre több a párhuzam. Én úgy érzem. Sajnos, igen, még játék tudása nincs. Lehet fogadni a holnapi meccsre? Kivel játszol, lehet tudni? Lehet. Melyik? A Norbival, vagy a Norbi nevű barát, vagy ismerőseddel, vagy pedig a, vagy másikkal. Pedig a Helik nevűvel? Másikkal. Aha, hát mit mondanék így elsőre? Hát mi a meccs arány? Mondjál már valamit eddigiben, körülbelül, hogy álltok? 3-1-re vezetek. 3-1, akkor Henrikre tennék. Nem olyan rossz. Jó. 10-es. Henrik, hallod? Henrik! Ne tegyél. A 3 meccs az ebben az évben volt? Igen. Jó, erre is érdemes odafigyelni, ugye? Aha, mert hogy a tavaly nyelve. A tavalyi forma az idei, a tavalyi forma az idei forma. Tavaly igen. Januárban behúzott 3-at, és idén bukott 1-et, akkor azért. Igen. Na mindegy, úgyhogy rán. Egyre jobban megszállottja vagyok ennek a sportnak. Látszik. Most már van olyan ütőm, amivel Gyoko üt, úgyhogy most próbálgatom a különböző húrozásokat, most teljesen. Ravítsunk egy picit, te a győzelem megszállottja vagy. Igen. Tehát, hogy igazából érted.
centi. Kérlek szépen, Roger ütőjét elcseréltem Gyokko ütőjére, mert az 600 köbcentis Rogeré, ez meg 640-es. Te szemen köpted, Roger? Gyerekek, igen. Eladtam a Wilsonját. Elcseréltem pontosabban két hegyütőre. Nem volt jó, nem működött? Nem volt jó. Nekem kicsi volt a feje. Aha, és akkor... Hát de pont nagyfejű. Hát nem az volt, hogy az új az... Igen, igen, hozzá képest. Gyokon mivel játszik már? Egy izével, egy parabola antennával? Igen, nem, a Gyokko és Nadal elég nagy ütővel játszik. Nadal babolattal játszik, a Gyokko az heddel, de azok ilyen 640-645-ös ütők. Tehát elég nagy a fejük. Őrület. És most erre a nagy fejőre cseréltem, és azt kell mondani, hogy Gyokko ütője nagyon jó. Nyilván nem pont ugyanaz az ütő, tehát köze nincs hozzá, nagyjából festésében ugyanaz. Tehát máshogy súlyozzák, máshogy húrozzák, más a grip része, amit ott megfogsz, tehát tök más. Csak elmondhatod, hogy van egy ugyanolyan festési ütő. De hát Agassinek is volt egy bizonyos márkája, ez 20 évig ugyanaz az ütővel játszott. Csak átfestették neki mindig a szponzor szíre, úgyhogy semmi köze ahhoz az ütőhöz. Van az a pénz, amire festetted az ütődet, persze. Igen, inkább, hogy tényleg a sok amatőr ugye megveszi azt, mert látta a Roger, hogy én is, ugye hát a, tulajdonképpen tenisz az amatőr sportból él, hát abban, hogy megveszi egy millió ember azt az ütőt, mert most a Roger ott ütöget, de hát nem azzal üt, nyilván. Meg nem úgy van súlyozva, meg nem az az ütő. Ha most a tegnapi mozgóizés ötleted is nagyon jó volt, hogy abban keresel pénzt az autós, hogy hívják. Nekem most van egy jobb, ez körülbelül ugyanakkor esélyű, mint a tegnapi ötleted. Na. Hogy azt csináljuk, hogy élsportolót faragunk belőle marha gyorsan, tehát egy viszonylag egy év, tehát jövő éven ott leszel az Ausztrál Openen, ott leszel Párizsban, mindenütt a Wimbledonban. Az a baj, hogy ilyen Challenger versenyeket kell játszani. Tehát... Mindegy, addig lefutjuk ezt a Challenger. Nem, jegyet veszünk, úgy gondolta Feri. Ennek annyira nem örülök. De a befektetett, mondom, a befektetett lóvét, ott van érted a világversenyeken, ráépítünk egy forduló, márkát, hát, és rommá keressük magunkat. Egy forduló már a Grand Slam-en nagyon komolyan fizetik, az, hogy egy Challenger verseny, az három fordulót meg kell nyerni, hogy egyetlen kijuthassál egy Grand Slam-re, tehát az kemény. Hát tehát vannak kisebb ATP 250, ilyenek vannak. Messziről na jó, ez nem a realitás. Messziről indulunk. Sajnos ez nem a realitás, viszont ez a hetedik hely, ez nagyon szép. Aj, síelésben. Síelésben, igen. Hát ez pont jó alsót, ez körülbelül olyan, mintha odaálltam volna a Grand Slam, és a Roland Garroson játszanék egy negyed döntőt. Tehát így nagyjából ezt a hasonlatot tudom mondani. De ez nagyon szép. Hát a magyar sísport eddig legszebb helyezése, ugye nem volt még soha ilyen. Gratula. Hát tényleg, gyakorlatilag nincsenek edzőpályák, nincs hol edzeni, nincsen hol felkészülni egy világversenyre. Igen. Ehhez képest ez egy szenzációs. Nincsenek aztán igazi hegyeink, nem edzőbe. Lebecsülve azokat, amik vannak. Hát igen, de akkor is. Igen, Miklós Editről van szó, ugye döbbenet, én elolvastam, hogy tudjuk hívni majd? Tudjuk hívni, beszélünk is velem, hogy készült, meg mennyi múlik a vakszoláson, meg egyáltalán, és hogy ő rontott a pálya elején, ráadásul utolsó között sielt, és akkor már elég vizes a hó, meg aha, nem tudta azokon az íveken menni. De hogy egyébként még ebből egy jobb eredmény is lehetett volna, tehát ha nincs az elején a rontás, akár még dobogó is, de hát így is, tehát aki kicsit tudja az erőviszonyokat, az összes osztrákot legyőzte. Aha. Tehát nincs osztrák előtte, csak mögötte tudom. Ja, hát az osztrák, van a 2000 hegyes, 3000-es hegyek elég sok. Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog. Az egy felemelő nagyon nagy dolog. Látod igen. A tabellát, és akkor ott látsz magad mögött néhány olimpiai bajnokot. Üzenyel. Igen, csak most írták is az osztrák lapok, hogy az osztrák fiatalok, akik ezt a versenysportot művelik, milliárdokból készültek, és ott volt a mi editünk, aki eddig kiment néha csúszott kettőt, és a porba alázta az összeset. Ez nagyon nagy dolog, ez a pontszerzője, meg főleg a hetedik, meg ahogy ment, meg tényleg, szóval ez egy jó dolog. Úgyhogy beszélünk majd vele, mindenféleképpen próbáljuk elérni, és fölhívjuk, hogy mondjon valamit erről. Jó, ez nagy dolog. Ennél jobb eredmény nem is tudom, hogy lesz-e. Szerintem nem tudom, ki még a... Mi van a curlinggel, a magyar curlinges kolán? Az nincs. Az nincs? Nincsen magyar curling? Én abba hagyta, tudom, hogy nem megy? Ő a nagy követ, de nem tudom, hogy ő volt-e egyébként ebben a sportágban a legjobb. Nem versenysportom. Viszonylag régóta nem követem. Béres Alexandrát, vagy a curlinget? Nem, a curlinget. Nem, te se kezdted követni. Ebben is egyébként igazol, azt, hogy nem akarok vitába szállni veled, de... Szóval, hogy ott nem vagyunk sehol? Nem, viszettem. És mennyire nem érdekel ez a téli olimpia valahogy egyébként? Szóval, hogy a magyar eredmények körül az ember... Hát talán ezért egyébként. De hogy semmi olyan sport nincs, amit úgy szíves, hogy leülök, hogy na, ez most a korcsoljátok, kifejezetten rosszul vagyok, hogy dobálják egymásra, akkor ilyen flitteres ruhában ott korizgál, egyáltalán nem. Micsoda? Nem mondd már. Az óriás műlesítás esetleg, hogy ott van, így belenézek, hogy úristen, hogy mennek. De mert ott is azt mondja, hogy biztos elperecel, mi lesz, igen, a baja. Nem, hát az hogy ott irigykedem. Még a botjait is elveszítette. Igen. Ott irigykedem, hogy milyen, hát azért azok jól mennek, igen. Tehát, hogy valószínűleg jól sielnek.
De egyébként tényleg érdekel bármelyik is? Hát, hát, nem kifejezetten magyar sportot, nem. És hogyha jönnének az eredmények, vagy volnának korábbról világra szóló eredmények, akkor nyilván másképp állna hozzá az ember. Most gondoljunk bele csak, hogy én például nem vagyok egy úszófan, alig tudok úszni, igazából nem érdekelne, ha nem lennének olyan sikerünk, amilyenek van, nem lenne gyúrtánk. Érdekes, mert azokban az országokban, ahol vannak ebben a téli olimpiás sportágokban olimpiai bajnokok, ott se nézik annyian, mint a nyári. Nem, valahogy nem. Kötődés, valamilyen mégse ez a teles vonal, ez nem jött be az embereknek. Nem figyelj, hát engem például a hosszú Katinka sorozatos győzelmei előtt például az úszó világkupák a legkevésbé is érdekeltek. Egyáltalán nem foglalkoztam velük. Aztán, amikor elkezdte román nyerni magát rajta, és mindig olvastad, hogy innen két arany, onnan egy ezüst, megint, és izé, és már a 40. éremnél tart, akkor így elkezdtem figyelgetni, mert elkezdtem neki szurkolni. Tehát, hogy a sport sikerült, szerintem alapvetően hozzá magután az érdeklődést is. Egy olyan sportág iránt is, ami addig egyáltalán nem. Vagy csak felületesen érdekel. Ja. Nem? Valószínű ez van. Igen. Igen. Meg valahogy ezek a sportágok se annyira látványosak vagy izgalmasak, hogy hát nem tudom. Hát mondjuk bajba lennék, meg kéne nevezem egy nem tudom, egy ilyen síugrót, egy világbajnok síú, nem? Igen. Klottyen, hát blejnem, vagy nem tudom. Valószínűleg fénytárnak, vagy valami. Lólet Dokkai Klottyen, tudod? Ő biztos nagyon, nagyon nagy síugró. Jaroszláv Hosszán Suhan. Igen. De hogy igazából bajba lennék. Hosszán Suhan. Hosszán Suhan, igen. Na mindegy, jól van, szóval hívjuk a mi kis lányunkat, az a lényeg, hogy Miklós elített már rácsörgünk, meg is mondom, mikor 8 óra után hívjuk. Jó lesz. Legyen így. Hadd aludjon szegény. Legyen így. Rácsörgünk. Egyébként mi ás, valami, hát, semmi? Hát, emberek öröm a jó idő. Na. Ugye, hál' Istennek, ma reggel már csillagos volt az ég, jó volt fölnézni. Na most csak mondom, mikor tegnap mondtam reggel, igen? Hogy kétnapos eső van. Akkor? Ugye? Mit tegnap csináltunk? Mondtam, hogy kétnapos eső, tegnap előtt. Te leköpted, én meg belerúgtam. Körülbelül ennyi történt. És igen. Mi az igazság? Igen, hogy már mondtam, hogy tegnap reggel ezt mondtam, már csak ma estig fog esni, vagy már csak mai eső lesz, erre mondta Jani, hogy igen, mert a hónapi már hónapi eső. Van ma eső? Nincs. Nincs. Egyébként tök szárazok az utak. Abszolút. Hogy itt is előtör belőle. De hallottam csak valahol, hogy kétnapos. De jó ez. Mi lesz a hétvégén? Azt mondjad, mert nagyon fontos szabadtéri programom van végig. Figyelj, a pénteken lehet, hogy lesz egy kis eső, szombatra, vasárnapra nem mondanak esőt. Nagyon helyes. Meg lehet, hogy lesz egy kis felhősödés, de semmi extra. Jó lesz ez. És akkor vége a télnek, gyerekek? Vagy most mi a fene? Március közepéig vége. Hát... Igen, ezt nem lehet megmondani, sajnos. Ezt ki tudja ezt? Semmi, hát gyerekek, jön a tavasz. 16 fokot írt ma Békés Csabára, azt nézd meg. Meg azt a zöld pólót, amit ráadtak. Valami nagyon el van itt cseszve. Nem? Valami nagyon nincsen, nem? Semmi, hát mindig voltak ilyen évek, hogy kicsit megborult, kicsit egyszer hideg lett, egyszer nem annyira. Vagy most arra gondolsz, hogy eltolódott a tél, nincs nem, tavasz. Nem, hát nem, valami nem. Közben Londonra tájfún jön, ahogy hallom, az atlanti partokra ott, tehát hogy valami nem. Valami nem stimmel, na mindegy. Viszont van egy másik dolog, amivel kapcsolatban akartam már beszélgetni veletek, mert hogy ugye egyre inkább aktuálisra válik a dolog, persze még azért van egy picivel, de hogy akkor most megyünk Nigériába, vagy nem megyünk? Hát szerintem nem. Szerintem nem érkezett olyan nagyon erős meghívás, tehát a fiú, aki oda jár házas, és egyébként oda való, ugye Pákó itt, ahogy benn volt nálunk, meghívott bennünket, de utána nem nagyon tett lépéseket. Ugye? A gyerekek, azért mondjuk meg őszintén, nekünk se az volt az első dunk, hogy hívjunk egy utazási irodát, és befoglaljunk három ilyet egy frankfurti átszállással, tehát azért hát szponzor hiány, ugye, hát keresünk valakit, aki kompatibilis az eseménnyel, és akkor... Igen, aki meg szponzorálja. Figyeljetek, hát én azt hallottam a Pákorról, hogy ő azért úgy nagyon külön akar menni, már hogy így eljátszotta, hogy menjünk, de hogy nem visznek egyébként senki. Két-három ember, és így nagyon nem. Azok is csak az újságírók, mi? Igen, azok is az újságírók, igen. Elkérdezkedtél otthon? Aha, igen, már meg is van egyébként a... Sima elengedés? A bólintás, igen, aha. És az igen is. De ez két külön, tehát egyszer persze, rábólintott? Csak mondtam, hogy boldog ember vagyok, hogy ezt jelezzem, de egyébként már én mehetek. Most már minden oké. Legyünk akkor meglepetés. Hirtelen jelenjünk meg ott, az igennél. Hello, az igennél, vagy bármi. Itt mondod, március vége. Hát fene se tudja, nagy móka lenne, de kicsi erre, tehát legalább hatan kéne, hogy elutazzunk. És azért ez egy 2 milliós repülőjegy, ugye? 2 millióba kerül egy repülőjegy? Nem, hát 300 ezer mondjuk fejenként. Hát abban van egy átszállás, az annyi. És két fapadossal se olcsó. Hát nagyon, oda nem nagyon repül a vízer. A Budapest, nem tudom,
Nigéria fővárosa, fogalmam nincs, micsoda. Tehát oda azért ritkán látok fapados. Fapados járatot, egy EasyJet-en. Néztem a térképen, hát így szárazon megközelíteni, az itt megint egy másik kaland lenne, tehát hogy igen, a repülő azért praktikusabb lenne, mint mondjuk odafele egy olasz tankerbe, visszafele meg a parti őrség. Hát de Frankfurton, nem tudom, van egy Budapest-Frankfurt vízer, meg Abuja, egy... Abuja-Nigéria főváros. Meg egy Frankfurt-Abuja. Tehát egy Frankfurt-Abuja. Budapest-Abuja. Budapest, az van. Napi kettő. Igen. Nagy jelenlődésre való tekintette. Igen. Biztos sokan mennek. Igen. Sajnos erre kicsi az esély, úgyhogy hát majd drukkolunk Pákónak, de sajnos szerintem ez kimarad. A Mókának nagy lett volna, az biztos. Zseniális lett volna. Az tuti. 2000 lapi, de meg mi? Hát csak szeressenek minket. Az elég erős. Azért a Pákóban nem bízom, a Pákó itt minden rendben lesz, persze, szeretek minket, igen, tudod. Hogyne. Fingyanics 20 éve nem volt otthon, tudod. Hát, Palázs, hát én sem tudtam, hogy ez lesz. Tudod, szóval azért ez egy kicsit kérdezik. A Pákó azt mondta, hogy itt szeretek. Hát, tesó, ne haragudj. Az úgy, ez egy kellemetlen. Figyelj, Páko, Jani eltűnt, csak a fél pácipőjét találtuk meg. De eltettek valamit? Szomszok, nem vagytok? Igen. Jani eltűnt. De jó szórakozás. Azért valakire rá kéne bíznom az életem, lehet, hogy nem a Pákot választanám. Tehát azért elgondolkoznék azon, hogy most akkor rá vagy valaki másra, kifigyel. Tehát a Pákotól, amit nem akarsz hallani a mondat, nyugi barátom, majd én figyelek rá. Ugye? Tehát, hogy nyugi barátom, minden rendben van, majd én megoldom. Másik marad, maradj csöndben, majd én beszélek. Tudod, tehát ezek, amiket a Nigériában nem akarsz hallani. Vagy ez, nyugi, hidd el, ők a barátaim. Pák utolsó maratainak egyike. Nem, nincs törtve. Igen. Nem. Bocs, ja, azt igen. Hittem, szeretnek. Igen. És a következő ne aggódj, alkalom... kamu fegyver, tudod, van egy pár utolsó mondat, igen. Hallanának rólunk a kardadban, amikor az Antonia vagy a szellő éppen felkonferálnak egy ilyen dropoutos VHS felvételt, amin egy valami napi nigériás hajtóval a kezünkben, rákötözve három székre ülünk lent valami ízében, valami levágott fülön. Igen, az egyikünk fogja rettenetesen a vérző fülcsonkját. Ugye a tech csak ki szabadítana minket, nem? De annyi jót mondtunk róluk, hogy ezek után szerintem csak eljönnének, nem? Há, ekkora a kommunikáció, az neki gondol, de hát azért ezt jól lehet kommunikálni. Itt vagyunk, kijöttünk, senki nem vagyunk itt, viszont egy cesztával jöttünk, csak két hely van valamelyik. Húzzatok sorsod, gyere, egy kőpapírólóval döntsétek el. Na jó, mi van a játékkal most? Hogy van? Hát mint sem, van? Hát, nézzünk előre, azt gondolom. Na várjál, tegnap óvtunk, mi nyertünk. Igen, kettő. Na, hát akkor gyerekek, hát ez még nem minden nap nem fog bejönni, mert még köveznek. Temettük a hetet, búcsúztunk, de aztán kiderült, hogy a játékosunk kimondta, úgyhogy ez még nincs ez veszve. Hallod, Jani? Nincs veszve. De hát, igen. Jaja. Kijátszott. Jaja, új. Én játszottam, nem játszottam jól, viszont hál' Istennek volt egy nem még. Aha. Az én igenem elő. Na, jó van, akkor még ha most hozzuk 2-2-re, akkor holnap még jó. Még lehet. Bármi lehet. Még bármi lehet. Jelentkezni lehet a játékra, SMS számunk alapján, jó, mindenki nyugodtan írjon arcoskodó SMS-t, játszunk a hírek után, fél hét van, itt vagyunk mindjárt. 3:47 múlt pontosan 4 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Hello. Sziasztok. Na, keresgélje, csak szembesítés következik. Na. János. Ja, parancsoljatok. Mit csináltál az elmúlt 5 percben? Az elmúlt 5 percben azt mondja, hogy voltam egyszer üríteni, bedörgöltem a kezemet fertőtlenítővel. Ahogy mentél kifelé, mit csináltál? Amikor mentem kifelé, igen, mit csináltam? Igen. Rátok mosolyogtam. Köszöntél újra. Integettem, újra. Köszöntem újra. Vagyok a... Igen. Várjál, mit vittem még ki? Elmostam a poharaitokat. Na, mit vittél onnan ki? Elvittem egy kést, egy tálcát, egy... Mit vittem? Kaptam ma reggel 2 pogácsát Annától, amiből az egyiket letettem egy zacskóban. Hogy az Istenbe van az, hogy te szénhidrátot látsz és lecsapsz rá? Konkrétan kidobtam. Nem mondod! Megnéztem. Azt az ízén keresztül, az acskon keresztül, tök szikkat volt. De mondom, hogy? A fej pogácsája. Ki dobta a pogácsát? Pedig nézem, hol a pogácsám. Hát mondom, ez egy ember lehetett. Ez egy ember. Vedd ki a kukából. Most ez kukából kivetted? Nem azért, Anna. De ez elvi kérdés. A papírzacskóban van, és a kukában nem volt semmi baja. Semmi baja nincsen. Kiveszed a kukából, Anna? Megeszed? Én nem, hát a Feri. De ez papírzacskóban van, hát annak semmi nincs baja. Semmi baja nincs. Ez csak egy ilyen... Szikkat volt, érte. Szikkat a segged.
Nem, de mi, te látsz valamit, és kidobod a, bennem oda való, is, vagy ez csak hogy? Anna olyan figyelmes, hogy nem akart róla megfelelkezni, és azért már a hét elején megvett ezt a fogácsát a Ferinek, hogy mindenképpen legyen. Csütörtök van, de még jó. Figyelj, ott volt a két mosatlan, hogy hívják, pohár. Ezzel semmi gond nincsen, mert tényleg én is úgy is megyek a sajátomat elvosom, kivittem, elvosom. Láttam, ott van, és állandóan mindig odapakol mindenki ilyen rizéket, ilyen félüveg üdítőket, meg ilyen megmaradt szendvicseket, igen, és ha rohadtul ideg, és nem is magunk miatt, azért is, csak aztán majd utánunk jön be valami vendég például a Rolihoz, és azt látja, hogy tele vagyunk mindenféle ilyen vacakkal, és automatikusan, hát rendben lehet. Na de Rolihoz a vendég 10-kor jön. De nem baj, igen, ne, addig se legyen ott a pogácsa. Igen, ne legyen semmiféle kósza pogácsák, ne legyenek ott. Figyelj, én megszabadulok minden mosatlattól, vagy mindentől, ami úgy néz ki, mintha... Én ide lepakolok magam elé, innen ki nem engedek semmit. Itt látok mindent, rá tudok nézni. Igen. De látod a káoszban a rendet, érted? Igen. De kint ott, hát az nem tudom, az a tálaló, senki nevezzük így mi? Egyébként, mert az attól tálaló, hogy mindenki rápakol mindent, az néha azért úgy néz kint, hogy egy kuperáj, tényleg. Hát, bocsánat. Mondj, de meg tudod enni. Papírzacsiba van annak. Most már a szemetesből. Most már hagyjad. De hogy nem. Hát köszönöm, Anna, nem te egy tündér vagy, de egyesek tönkretették akkor ezt a gyönyörű szívem. Reggelt. Akkor a szíve van ennek az Annának. Igen. Úgy tudtam egyébként, hogy már két hete levették a kínálatból. Micsoda? Ezt a fajta pogácsát, nem? Ja, láttam. Belenéztem, mondom, ezt mondom, is lehet kapni. Na jó van. Elmes penész. Az egész 55-ös út le van fagyva autó az árokban, Csávolynától Tócska küldte nekünk. A 10-es út ma reggel se leányálom, írta vagy üzente Müller. Nagykörösen a körforgalom után Kecskemét irányában most teszik ki a trafit, ez pedig Tibi üzente nekünk. Mi pedig megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, hello! Mi újság van? Hát, nem sok minden. Gábor? Korán van. Igen, Gábor. Gábor, hello, honnan hívsz minket? Bajáról, Csátajáról inkább. Ah, az jó. Még otthon? Nem, már munkában. Már munkában, mit csinálsz? Így van. Hát csomagolok, igazából ilyen fémalkatrészeket. Aha, fémalkatrészeket. Ez viszonylag gondolatom munka, ugyanaz a munkafolyamatot csinálod? Vagy hát nem, többféle van, úgyhogy azért változatos. Egyszer kereket nem csomagolni, egyszer hosszúkást. Hogy? Hát, hogy egyszer kereket csomagolni, egyszer vittél hosszúkás munkadarabot. Hát így van, lehet válogatni. Igen, jól van. Hát figyelj, a helyzet a következő, ugye 2-1-re vezettek. Ugye? Igen, ha nyersz, és óvás nélkül, challenge, sólyomszer nélkül nyersz. Nyerek. Akkor nyersz, ez teljesen egyetem. Akkor a második hetünket vesztjük el, és döngöltök bele minket a földbe. Ez a szomorú valóság. Hm. Ez nekünk szomorú, neked, meg nektek nyilván nem. Így legyen. Ez hogy mióta társas élet? Hogy micsoda? Ki zajlik ott, vagy mi zajlik ott? Ja, hát itt kollégák, aztán most én vagyok a büszkeségük. Na. No. Hát reméljük, ez így is marad. Drukkolnak? Persze. Drukkolnak. Már amennyire tudnak. Oké, kivel szeretné játszani? Hát legyen te az áldozat, Balázs. Legyek én, jó, nem túl jó a statisztikám az elmúlt két hétből. Most fordul. Úgy érzed? Igen. Nem érzem a csíkot valahogy. Nem érzem ma. Hozzunk valamit, amivel jobb lesz. Ugye, intravérás alatt, C-vitamin. Figyelj, megpróbálhatjátok. Micsoda? Hát hozni egy pontot, de hát. Azt mondod, hogy nem? Hát na. Remélem. Hát figyelj, játszunk egyet, aztán majd meglátjuk, jó? Persze. Na. Essünk egymásnak. Srácok, bocs, ha elmegy a hét, nem ne. De csak nem érzem a vesztemet, nem. Csinálni. Az önbizalmam olyan, mint... Jól altad, király vagy. Szerintem passzív a játékos. Incsetek, figyeljetek. Na jó, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, Gábor, szeretnél kérdezni? Hát, kérdezni voltam. Mesélj nekem erről a műanyaggyártásról, hogy mit jelent ez, mit csináltok? Hát, semmi komoly. Csomagolunk, dolgozgatunk, reggeltől estig. Hányan vagytok ilyenkor ott így bent? Hát így 8-9 körül, nem tudom. Ott a vége, ott a vége! Ki hozta vissza? Ki hozta vissza? Ki ment ide? Ki hozta a kettő-kettő? De kellett ez, gyerek!
Nagyon kellett. Köszönöm, nem intézte nekem egy lincselés, Balázs. Hát. Meghalnak. Volt ott önbizalom, volt ott önbizalom, Jócskán. Maradj már, mit kihoz. Na, hát nagyon büszkék. Persze, szeretet árad kora reggel. Igen. Megtaláltam egy új effektet. Ez volt a vén ma reggel. Hát a győztes bájglit akkor. Igen. Igen, köszönjük szépen. Gábor, ez elment, ne haragudj. Úgy sajnálj. Nem probléma. Szomorú vagyok. Szevasz, csáó. Hát még én. Szervusztok. Hello, hello. Szia. Gyerekek, ja, visszatértünk. Ez az, kettő. Egy majdnem elvesztett hét után, egy tegnapi sólyom szemmel, és ma egy nyert csatával újra a mérkőzésben vagyunk. Szorossá vált. Újra a mérkőzésben vagyunk, hogy hozzuk a hetet, és ezáltal jóvá tegyük múlt heti baklövéseinket. Pedig már többen temettek minket. Nem, többek már, között többen már csak a virágot hozták. Igen. Többek között mi is saját magunkat. De megvagyunk. Na, kellett ez. Jó van. Ez kell, nagyon kellett, nem úgy kell. Három év után még mindig így presztizselünk, azért az kemény, nem? Gyerekek, egy meccset nem adunk oda. Semmi. Ez egy harc. Ebből látszik, hogy nem engedtük el ezt a játékot. Nem, ezt nem, nem. Itt mindenki nyerni. És hogy altattál az elején? Hogy altattál, aztán pedig látszott rá, hogy minden ideg szállat. Koncentráltam egyébként, a kutyafát csak megpróbálom. Itt tarcoskodik is, tudod, hát ha mondom, bele tudom csalni valamit. Mesélj a műegyet, gyártása. Mi csoda csapda gondoltam? Na jól van. Így tehát 2-2, holnap valamelyik kötökön nagy nyomás lesz, ha csak nem akar újra velem való játszani valaki, mert ugye nem kell törvényszerűen sorba menni, de holnap behúzhatjuk, gyerekek, be kell ez, falat kenyér. Jó? Na, ugye... Igen. Fürkészünk, vagy fürdőzünk ebben a 2-2-ben, hagyja felébb az összes témát. Húzom az időt, mint az állat, hogy még egy kicsit átélhessem a saját győzelmünket, persze. Legyen az a következő fél óra, hogy 2-2. Hát. Picit így dőljünk hátra. Igen. Ebben a virtuális jacuzziban. Már úszunk egy kicsit. Miklós Editet hívjuk majd a hírek után, ő ugye minden idők legjobb magyar alpesi helyezését elérve szerezte meg a hetedik helyet, ami csodálatos, hát nem kell nagyon laikusnak lenni ahhoz, hogy valaki értse, hogy körülöttünk azért nagyon nagy hegyek vannak, nagyon jó alpesi sízőkkel, és egy kicsi, imárom magyar színekben versenyző leányka pedig odasodorta magát a hetedik helyre, ezzel nem kis érdemet szerezve hazánknak, meg a hazai télisportoknak. Ez nagyon nagy eredmény, hát olvastam el egy csomó interjút, hogy függ attól, hogy milyen a hó, hogy kell vakszolni a lécet, hogy milyen a felkészülés, mi történik az első kanyarban. Nagyon helyes csaj egyébként, nagyon szimpatikus, és nagyon szép eredmény. Úgyhogy vele beszélgetünk majd a hírek után. Ők 3 órával vannak előre, ha jól tudom, ugye? Biztos, hogy előre vannak, csak azt mondjuk, 2 vagy 3 órával vannak előre, tehát ott ő már bőven. Fönt már ebédelget. Már lassan készül az ebédre, úgyhogy... Mint Jani, már ebédel. Igen, kicsit megzavarjuk és vele beszélgetünk majd a hírek után. 7:13, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Tele vagyunk friss közlekedési hírekkel. Itt van velünk Gábor. Hello, Gábor, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, merre szia. Vagy? Most már éppen a Bak csomópontnál, de nemrég jöttem át egy elég forgalmas csomóponton. A Kerepesi Hungária sarkán nem működnek a lámpák. Viszont az reményre ad okot, hogy rendőri irányítás legalább van, de picit torlódás is. Aha, a Hungária Kerepesi. Az igen. Egy elég nagy kereszteződés. És igen. Már reggel sem, 4:30-kor sem működött, akkor még nem voltak rendőrök, de akkor észbe kaptak a fiúk, hogy oda kell. Tehát az ott a Kerepesin nem tudsz keresztül ott menni. Nem. Hát ott az egyik legnagyobb kereszteződés ja. Budapesten, igen. És akkor ott a rendőr irányítja a forgalmat, van egy kis... De. Fennakadás. Így van, én Zuglóba jöttem Fograssiról, ott kicsit feltorlódik, a Kerepesi is torlódik, de amikor megláttam, hogy rendőrök vannak, akkor azt mondtam, hogy oké, de egyébként elég horror lenne. Csak mondom, ki szólt a rendőröknek? Miért van irányítás? Miért van irányítás? A kislány szólt a rendőröknek. Nem mondjátok! Azért van irányítás, mert a mi kislányunk? A mi kislányunk szólt a rendőröknek. És a rendőrök megköszönték, és kimentek irányítani. Ilyenben vannak a rendőrség, meg a kislány. A kislány fölhívta a rendőröket, és azt mondta, riadó. Srácok, halló. Alarm. Inkább tök komoly, ő hívta őket, nagyon igen, ezért van a rendőr. Most biztos, hogy egy picit szerelmesek belé. Igen, biztos. Gábor, köszi, jó utat neked. Nagyon köszönöm, sziasztok. Köszi, hogy elmondtad, ciao, hello. Igen, itt többen írek egyébként, hogy a Kerepesi torlódik nagyon. Az Őrsvezértértől a város felé áll. Ha valaki túljut a kereszteződésen, akkor már lehet menni. Szóval... A mi kislányunk volt, ja, milyen szemfüles. Illetve egy hallgató megírta, a kislány szólt a rendőröknek. A rendőrök kimentek, megköszönték a kislánynak, és most irányítják a forgalmat. Hm? Feri, szaladj ki. Adja neki egy puszt. Miért? De gyönyörűen, micsoda szimbiózis ez, ahogy együtt él. Hihetetlen. A hallgató, a rádió és a rendőrség. Ugye? Amikor de szép. Milyen jó barátok vagyunk, mi a rendőrség. Együtt dobban ennyi szív, olyan csodálatos érzés.
Tényleg te szóltál neki? Te voltál, kislány. Voltál? Felhívtam őket, mert én is arra jöttem, meg a hallgatók is írták SMS-ben reggel, úgyhogy gondoltam, hogy akkor még mindig nincsen ott semmi. És azért ciki a helyzet, mert hiába áll meg valaki, és engedni át a gyalogost, akinek ugye szintén sötét a jelzőlámpa, ha a másik két sáv meg ugyanúgy megy. És akkor most én megállok, miattam fogják elcsapni? Úgyhogy felhívtam a BRFK sajtóügyeletét, ahol azt mondták, hogy intézkednek. Köszönjük hát, szépen az információt. Hát micsoda munkaerő. Én ennyit tudtam. Micsoda munkaerő. Egy tündér van. Hát ennyi. Most neked köszönhető, hogy van ott irányítás. Ennyi. Nyilván előbb-utóbb kiértek volna, csak mire ez ugye riasztják őket, meg leesik. Nagyon, nagyon jó vagy, jó van. Köszönöm. Így tovább. Biztos, hogy lementették a számodat. Biztos, hogy lementették a számodat, és be fogok jelölni a Facebook. Ó, hát megvan, nekik mindig szólnak, hogyha történik valami, úgyhogy. Jó van, köszi. Hát, nézd meg minden. És úgy van benne a szám, hogy a kicslány, a. Akkor rögtön előre ugrik, tudod. Akkor igen. Ez legyen a ellen. Nehogy a kánál legyen. Igen. A kicslány. Na nézzük még egy-két közlekedés, hogy mi a helyzet a Kerepesi és az Őrs vezérterén kívül. Bátaszék Mohács között le van fagyva az út, többen leszakadtak az útról emiatt, ezt István küldte nekünk, ez az 56-os úton van, köszönjük szépen. Keresi, nézi, kutatja, hogy mondhassa most. Repülgajról karja. Szeged-Vásárhely között trafi a Csárdánál, ez is nagyon szép, és az egész 55-ös út le van fagyva autó az árokban, ahogy azt már az előbb is mondtam. Nem, mert az előbb az 56-os útról beszéltem. Aha. Na, gyerekek, hívjuk akkor azt a lányt, aki most ugye, akire mindenki büszke lehet, akinek a nevét szerintem olyan nagyon sokan nem ismerték még a verseny előtt. Nekünk sem mondott sokat, legyünk férfiasak, valljuk ezt be, hogy azért a téli sportokban viszonylag vannak hiányosságaink. Viszont tudjuk, hogy mekkora eredmény, ugye Miklós Edittől ez a 7. helyezés, és hogy kiket utasított maga mögé, világbajnokot, az összes osztrák versenyzőt, hihetetlen időt ment. Mindezt úgy, hogy egyébként hát hogy azért tudjuk, hogy sem anyagilag, sem hegyekben, sem hóban, semmiben nem vagyunk eleresztve. És ez apró kicsi lány, aki imáron egyébként ugye magyar színekben versenyez. Igen. 2 vagy 3 éve. Egyszerűen totálisan gyönyörű agymunkával és fejmunkával, nem megrogyva a lehetőségtől, azt mondta, hogy ő ezt tudta, elképzelte, és megcsinálta. És meg a lehetőségekhez képest egy nagyon-nagyon komoly szakmai háttérrel. Egy szakmai háttérrel, remek sílécvakszolással, szövetségi támogatással, anyagi támogatással. Egy kvázi társadalmi munkában dolgozó edzővel. Igen. Tehát, hogy nem nagyon adottak a feltételek azért, ezt mondjuk meg őszintén, de ennek ellenére. Ez egy tényleg egy nagyon nagy szó. Én egy hónappal ezelőtt láttam vele egy interjút, ahol ugye esélylatolgatás volt, és ott az a kislány ott állt a kamera előtt, aranyosan nézett, és azt mondta, hogy hát szerintem ilyen, hogy én ott a 10-ben leszek. Igen. Hogy igen. Ő itt benne, és az biztos, hogy rettenetesen fontos a sportban is, hogy elhiszed-e magadról, hogy meg tud csinálni. Igen, és ugye van ez a nagy magyar betegség, amit mindig mondanak, nem tudod, ez a kéziseknél is van, ez ott a vízilabdásoknál, és mindig ott van a lehetőség, és akkor van valamilyen agybéli megingás, jönnek a sportpszichológusok, vagy mindenki, és akkor megpróbálják helyre tenni a magyar kézilabdás csajok például, hogy sose tudnak igazán élni a nagy lehetőség, mindig megrogynak. Jött valaki, és azt mondja, hogy gyerekek, én lehet, hogy odaérek, sőt, szeretnék. Megmondta, megcsinálta. Tehát ezért is nagy dolog. Meg hát nincsenek sok ezres hegyeink ott, ahol ott nagyon lehet csúszkálni. Nem? Hát egyáltalán nincs. Szóval úgy valahogy más típusú adottságokkal rendelkezünk. Na, itt is van már? Itt bizony. Edit velünk, Miklós Edit, jó reggelt kívánunk, hello! Sziasztok! Hello, 3 órával vagytok előre, jól számoltunk? Igen, nálunk már majdnem dél van. Ó, hát lassan az ebédre készültök. Állítólag... Igen, mi már edzettünk egyet. Már edzettetek. Állítok, nagyon jó a kaja a Szocsiban. Ez így van, hogy tényleg finomak az ételek? Igen, van lazac, rák. Nem gond. Ez mondjuk jó. Na, Edith, hát halljuk, meg hát nyilván mindenki hallja ezt a nagyszerű eredményt és ezt a nagyszerű teljesítményt, és ami nagyon szimpatikus, hogy te ezt azért így előre elképzelted, vagy megmondtad, nem? Hogy ezt szeretnéd. Ezt nyilatkoztad előtte, igen. Hogy... Igen, lényeg, hogy magabiztos legyen az ember, és a céljait próbálja meg teljesíteni. Igen, mi volt a cél? És hát harcoltam érted. Igen. Az igen. A lényeg, hogy harcoltam, és nem adtam fel az álmaimat. Figyelj, első 10 belőtted be magad, vagy mit mondtál pontosan, hogy mi lenne tőled a jó eredmény? Mit mondtál magadnak? A célom az a pontszerzés volt, az első 6. Első 6. És szerintem, mint minden sportoló, mindenki az éremérjön, az aranyéremérjön az olimpiára, és nem az első 10 vagy a 20 helyezésért. Uh-huh.
Hát nyilván mindenkinek ez a cél, csak aztán ugye ott vannak persze a realitások, ami azért sokszor közbeszól. Azt olvastam, hogy az elején volt egy apró pici hiba, hogy ez még azért sokkal jobb is lehetett volna, nincs bennem semmi elégedetlenség, nehogy így gondolt, csak kérdezem, hogy ott az elején egy picit kicsúsztál, vagy bátran kezdtél, és emiatt kockáztattál, vagy mi történt? Igen, a meredek részen egyet hibáztam, ahol nehezen tudtam majd utána bevenni a kapukat, és kínlódtam. De úgy gondolom, hogy a meredek végén mégis sikerült elég lendületet vennem, mert a lapos részen nagyon gyors voltam. És akkor a pálya végéig sikerült a hátrányból faragnom, sőt, ami megvolt, azt tartanom. Nyilván ez ilyen okfejtés, így utólagosan, ha nincs az a hiba, akkor mit mondasz, hanyadik a hely? Nyilván nem lehet ezt így kiszámolni, de te hogy érzed? Ha nincs a hiba, akkor talán érem is lett volna, de az első hat az biztos. Tehát az az egy hely, ami hiányzott a célomból, az sikerült volna. Mi is laikusok vagyunk egyébként, és megdöbbenéssel olvastuk, hogy az első helyezett és a te eredményed között 71 század másodperc volt. Hogy mennyire nüansznyi dolgok döntenek itt a helyezésekről, meg az érmekről, az megdöbbentő. Igen, hát ezek ilyen pillanatnyi hibák. A sísportban az a lényeg, hogy minél kevesebbet hibázzál, aki kevesebbet hibázik, az nyer. Egy teljesen hibamentes menetet nem is lehet csúszni. Éppen azért, mert éppen ezért fent rontottam, de nem adtam fel, és harcoltam egész végig a célig. Figyelj, mindig gondolkozom, amikor ezt nézem, hogy ti tudjátok bentről, hogy jót mentek? Nyilván érzi az ember, de azt nem, hogy mennyire jó, nem? Csak azt gondolod, hogy ez egy tökéletes, vagy itt volt egy kis kicsúszás, de azért tizedekre gondolom nem tudjátok, mikor beértek, hogy nagyjából hova vagy, igen? Nem, azt nem érezzük. Azt érezzük, hogyha hibázunk, vagy hogyha egy szakaszon nagyon gyorsan megyünk, de hogy mennyire gyorsan, azt nem tudjuk megmondani, és hogy ez jó eredmény lesz-e, vagy nem, az se. Uh-huh. Sokszor van olyan érzés az embernek, hogy nagyon rosszul ment, de nagyon gyors volt. Uh-huh. Mennyi a csúcssebességed egyébként a legvége, amikor a pálya leggyorsabb szakaszán, vagy mennyivel mész ott? Hú, nem is tudom, nem figyeltem, de itt most nem megyünk olyan gyorsan, szerintem max 110, de vannak olyan versenyek, ahol 130-al is megyünk. Hát, mert 110 persze, hát ott éretenni a lécet, semmi, hát ez egy 50-nel megyek a leggyorsabban, tehát abszolút. Figyelj, az osztrákok mit szóltak, hogy maguk mögé utasítottad őket? Megérkeztél, gondolom, azonnal körbeálltak, kérdeztek, interjúk, hogy egy apró kicsi magyar lány, az összes osztrák a háta mögött, hát azért ez nekik is nagyon nagy szó, gondolom. Igen, egy osztrák rádió az ÖRF kért is tőlem interjút. Hát annyira azért nem örültek az osztrákok, hogy én elkerültem őket, sőt, volt nekik egy ilyen kicsit rossz sajtójuk is, mert ez elég nagy szám, hogy a magyar az osztrákot elkerüli. De viszont a kis nemzetek nagyon örültek nekem, és mondták, hogy ez nekünk kis nemzeteknek, kisnek nincs hegyük, ez nagy előrehaladás lesz. Hát nem csak, hogy nincs hegyük, hanem hogy az osztrák költségvetés az sokszorosa volt a tiédnek, ami ott egy versenyzőre esett, amiből ők fel tudtak készülni, tehát ezért is nyilván arcpirító a dolog, hogy ők kikaptak, mi ennek nagyon örülünk. Az osztrák síszövetség elnöke nem ment oda melléd még a Szocsi ebédlőbe, hogy nem akar átállni ide hozzánk, kisasszony? Nem, van nekik elég versenyzőik, nem fognak átigazolni egy idegent. Aha. De nem is szívesen igazolnék át. Jól vagyok én itt. Hol készülsz egyébként? Külföldön? Mert gondolom, hogy nem várod meg, hogy behóágyúzzák az Eplényi pályát, hogy 40 másodpercben gyorsan lecsúszál egyet, tehát Olaszországban, vagy Ausztriában, hogy hol tudsz készülni? Általában Ausztriában szoktunk lenni télen, nyáron pedig Svájcba szoktunk járni, igaz a nagy csapatok Chilébe meg Argentinába készülnek. Mi anyagi okok miatt nem tudunk elutazni oda. Idén is Svájcba készültünk, és azt a keveset, amennyit tudtunk, azt szerintem jól kihasználtuk. Figyelj, Edith, arról van információd egyébként, hogy egy személyre mennyivel több támogatást mondjuk az osztrákoknak, mint egy magyar sízőnek? Tehát, hogy körülbelül hányszorosat, csak hogy érezze itt egy földi halandó, hogy milyen nagy eredmény, hogy mennyivel kevesebből kell nektek vagy neked készülnöd, mint például egy osztráknak? Sajnos nem tudok ilyen számokat mondani, és
az az igazság, hogy nem is szeretek evel foglalkozni, inkább az én dolgommal foglalkozom, megcsináljam rendesen az edzést, formába maradjak. Az anyagiak felét szeretném, hogyha a szövetség intézi, és nem én kéne evel bajlódjak. Nyilván persze, csak összehasonlításképpen érdekes lehetett volna, hogy körülbelül mi az a fejpénz, amit egy osztrák szövetség, meg egy magyar szövetség erre rá tud áldozni. De egy ilyen különleges vakszolásról... Annyit mondhatok, na, hogy Tina Máze általában 4 emberrel szokott járni, versenyezni. Én meg 2-vel, néha 3-mal, hogyha sikerül a gyúrónkat is elvinni. Ha ott tud lenni, mert van rá pénz, ha sikerül, ez nyilván máshol, csak valaki esetleg nem tudja, totálisan alap, hogy mondjuk egy professzionális versenyzővel ott legyen a saját tímje, a gyúrója és mindenki. A különleges vakszolás... Igen, meg egy orvos, igen, vagy egy kondicionál edző is jó lenne, de sajnos ezt nem engedhessük meg. Igen, igen, drága vagy. Persze, hát egy profi tím megy minden sportolóval, így van. Figyelj, Edith, hogy a vakszolásról olvastam még egy különleges dolgot, hogy jól sikerült a vakszolás. Ez, én is vakszolom a lécem, de hogy nagyjából mindig ugyanúgy csinálják. Más a vaksz, vagy más a kenőanyag, vagy máshogy teszik föl, vagy ez mit jelent, hogy azt is sikerült jól felvakszolni? Mindenhorra másféle vaksz van. Van egy alapvax, és arra lehet rárakni ilyen különböző gyorsítókat, kis diploknak nevezik, vagy ilyen folyadékanyagot, és fontos, hogy maga a léc is, a lécnek a talpa olyan legyen, hogy ezen a puha havon tudjon csúszni. Mert a lécnek is különböző talpa van, van amelyik inkább jegesre jó, de van amelyik inkább puha hóra jó. Ja, és ezt kell eltalálni. És akkor ezért különleges. Aha, mert én olvastam, itt van nagyon spéci vaxot sikerült föltenni. Azt hallottuk, hogy Stark Márton edzőt, ez vaxmesteret, ez még az egyik német olimpiai bajnoknak a vaxmester is oda ment, hogy megpróbálja belőle kihúzni a titkot. Igen, igen, meg kell gratulált neki. Kell tudni Marciról, hogy az utóbbi 1-2 évben már nagyon jó léteket csinált, és sok helyen volt, vagy legjobb részidőm, vagy pedig leggyorsabb időm. Úgyhogy szerintem már lassan mindenki megismeri Marcit a gyors léteiről. Add már meg a számát, majd Léci, hadd vakszoltassam. Milyen jó lenne az első kanyarban összetörni. Idén magad. Már nem megyek sajnos sielni, de hát fel se tudja, hát meddig jó egy ilyen vaksz. Hát azért a Marci ekkora király, csak feldobatok vele egy vakszot, nem? Hát nézze már meg a léceimet, hogy mit tud vele csinálni. De csak 2 méter 10-es lécekre tud vakszolni. Ja, bocsánat, akkor engedjük el. Az a viszonylag furán. De szívesen adok egyet. De drága vagy, köszönöm. Az érdekes lenne egy 2-10-es léccel, ott szép dolgokat tudnék csinálni. Milyen kint egy kicsit mesélj arról, hogy mindenki így a fenyegetésről beszélt, éreztek ebből valamit, brutál sok biztonsági ember, jó a hangulat, hány fok van, egy kicsit erről nekünk, hogy milyen ott az élet Szocsiban? Most nagyon meleg van, már például 15 fokot mondanak a hegyre. A hangulat szerintem fantasztikus, az emberek kedvesek, igaz, nem mindenki tud angolul beszélni, viszont kedvesen beszélnek oroszul hozzád, meg bólogatnak. A kaja, ahogy mondtam, jó, nálunk a hegyi szálláson, a hegyi faluba a szállás kifogástalan. Hallottam én is, hogy volt, ahol hideg volt, vagy nem volt meleg víz, de nálunk nem volt gond. Nem volt ilyen, de kérdeztük az Eriket, nem mondta, hogy nem. Semmi ilyen nem volt. Jó, van, mikor versenyzel újra? Most jön az óriásmű, vagy a szuper, ugye? Az már nem annyira a te számot, ha jól tudom, de hogy abban még azért rajthoz állsz, nyilván itt is fontos a jó eredmény. Az mikor van? Melyik nem? Szuper óriás műlesiklás az 15-én lesz. Ezt pontosan nem tudom milyen nap, az az igazság, amióta itt vagyok, már nem tudom, hogy melyik milyen nap. Viszont abban még egy jó eredmény csúszhatok, az utóbbi időben egyre jobban megy a Super G is. Már volt világkupa futamon elég jó időm. Uh-huh. Jó. Ének, hogy jól elkapjam a futamot, szerencsém legyen, és hát én kiadok mindent magamból, most már veszíteni valóm nincsen. Hát most már nincs, így van, megvan ez a helyzés. Na, gratulálunk neked még egyszer, nagyon, nagyon ügyes vagy, ez egy nagyon szép eredmény, Edith, ügyes vagy. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, és akkor jó sielést még neked a következő versenyszámokra. Köszönjük szépen. Köszi szépen, sziasztok. Köszönjük szépen, Edithnek. Ciao, hello.
Próbálom közben rákeresni itt az interneten, hogy, hogy magát a közvetítést meg tudjuk nézni, ez a Szabó Gábor állítok ordított, mint a... ő nagyon tud, egyébként, ő nagyon tud, amennyire mérsékelten közvetít más, de ilyenkor nagyon tud ordítani, hogy esetleg őt is megszólaltatni, vagy meghallgatni. 7:30 pontosan jönnek a hírek, Oben bácsira és Beru nénire is lehet jelentkezni, mert ugye játékkal folytatjuk a hírek után. 7:43 perce, hello mindenkinek, jó reggelt! A 40, micsoda? 4-esen Téglásnál, a 247-es kilométernél Fehér Szeádból mérnek, majd a 245-ös kilométernél kiszed a rendőrség. NAV katasztrófa védelem, gyerekek kivonultak. Mindenki Skoda 445 küldte nekünk, az M1-esen trafi Mosonmagyaróvár felé, az Arabona pihenőnél Ádám üzeni, és a Soroksári úton az Erzsébet híd után kifelé kint vannak a sündörgők, de nem mérnek, hanem a kamionokat veszik ki. Ezt Csures küldte nekünk. Köszönjük szépen. Megtaláltam a lecsúszást, az szenzációs egyébként már, mint a közvetítés, tehát elképesztő, hogy tud ordítani a Gábor. De jó, a lesiklás is maga ugye szenzációs, de igen, a közvetítés is, amikor csak 110-el megy szegényed, de tényleg. Igen, igen. Hogy mondtad, hogy most csak 110-el mentem. Csak 110, megmutatom, hogy szólt a közvetítés. Nagyon jó egyébként ezt így visszahallgatni. Ez nagyon-nagyon fontos, 2-10 másodperc állt, ez nem teljesen tökéletes. Ezt a kombináció során is elrontotta Edith ezt a részt, de akkor hamar tudott korrigálni, most is megteszi. Viszont így azért szerintem egy 4-5 másodpercig is több hátránya lesz már a második ellenőrző pontnál. Hol állunk? 57 század másodperc. Most kéne egy olyan középső szakasz, mint amilyen volt, és egyelőre 63 század másodperc mindössze a hátránya Miklós Edithnek, sőt, mi több. Még ott Mázé van szemben, 62 század másodperc, azzal be lehet jönni az első hatba, pláne akkor, hogy Edith esetleg nem követi el azt a hibát, amit Tina Mázé. Ez meg milyen mondat volt, és ez nagyon szépen szűkett. Húzza ezt a kanyart, Edith. Meg lehet az első 10 a végén, innen már csak a pályán múlik minden, hogy mennyire lassult, de ő megtesz mindent, ez egész biztos. Ez egy szenzációs menet. Miklós Edith bekerülhet az olimpiára az első 10-ben magyar sízőként, 1:41:57. Hatodik! Miklós Edith hatodik lesiklásban! A simpavír! Hát ki hitte volna el! Ragyogó időszikrázatos ütés. Itt már a közvetítés. Igen, jó, ugye, hogy mennyi idő? Nagyon jó. Elkezded lassan mondani, hogy a tényeket elindult, igen, kicsit emelsz rajta, mert érzed, hogy ebből lehet valami, és amikor már az eredmények egyre jobbak, akkor még egyet tekezed. Akkor már nagyon, igen. Volt ott egy balkanyar, tényleg most visszanéztem, ha az a balot egy kicsit jobban sikerül, akkor ez egy nagyon így is nagyon nagy idő, de ott volt egy picit, ott elment. Lejött az ívről, hát csúnya balos volt szegénynek. Akkor érmes. Akkor igen. Na itt van velünk Szabó Gábor. Hello Gábor, jó reggelt! Hello! Hello Gábor! Hát van még hangod? Nagyon jól kiabáltál. Van, persze. Ez megszokott dolog az én szakmám, hogy az ember kiabál. Igen, te tudsz azért így kiabálni, igen. Nem tudok, csak kell. Ja, hogy ez ilyen, igen, előírás? Hát ez úgy gondoltad, hogy nem úgy gondolt, úgy, hogy persze izgatott vagy, de hát ez nem volt emberi hang itt a végén, amit jött belőle, amit visszahallgatva. De ez rendben van. Figyelj, csak azért hívtunk, hogy egy-két adatot tényleg, mert ide próbáltuk, ugye itt Edithből is kiszedni, nem nagyon akar belemenni a számba, csak így érezzük, hogy valójában mekkora dolog ez azért, te évek óta benne vagy, hogy mennyi pénzből készül, hogy van összehasonlítva, mondjuk akár csak az osztrákokkal, ne is menjünk nagyon messzire, hogy micsoda különbség van sielés, vagy felkészülés és felkészülés között. Hát figyelj, az volt, azt hiszem, nem tudom, hogy honnan kezdtétek a közvetítést, ott volt egy példám, hogy van egy sífutó nő, tehát nem is alpesi sífutó, hanem sífutó a Lengyelországban, tehát nem is Ausztriában vagy Svájcban, aki mondjuk azért olimpiai bajnok, az élvonalba tartott abszolút, de van még nála jobb is. Neki a vaxmestere, aki a léceit készíti elő, az keres 6-szor annyit, mint ami a teljes magyar sísport, nem csak alpesi. Ne, mondd el még egyszer, tehát van egy vaxmester. Egy vaxmester egy lengyel sífutónak. Tehát nem alpesi sízőnek, hanem sífutónak, ami lejjebb van. Nem svájcinak vagy osztráknak, hanem lengyelnek, ami nyilván lejjebb van. És nem versenyző vagy edző, hanem tényleg a lécét készíti elő, ami nagyon-nagyon fontos ebben a szakákban, de vaxmester. És ő keres 6-szor annyit, mint amit az összes magyar sísportra államilag mi áldozunk. Ezért a mondatért hívtunk föl. Ezt akartam hallani. Tehát, hogy nagyon megmondjuk, hogy tényleg helyre tegye az ember, hogy úristen, hogy egy ember többet keres, mint az egész ráfordított, nem tudom, támogatás, meg minden. Úristen, ez felfoghatatlan. Ez fel. Mert meg egyébként különben, ami az a
mert azt a kanyart, amit mondtál, hogy ezt elrontotta azt a balost, azt a mezőny 80%-a elrontotta. Tehát az nagyon benne van. Itt az benne egyébként a döbbenetes, hogy ez egy MAP, és ez fura műfaj, és sokat számít, hogy mikor jössz a pályán. Tegnap ez egy olyan verseny volt, hogy jó lett volna előjönni. És a szerény múlott, hogy mondjuk nem az első hétbe jön, hogyha én azt gondolom, hogy az első hétben, akkor ezzel a menettel biztosan érmes. Uh-huh. Az igaz, hogy a szövetség egykor döntött, hogy akkor most szétoszta ezt a támogatást, vagy elitre koncentrálni, és azt mondta, hogy jó, oké, akkor most tegyünk föl mindent egy napra. Nyilván úgy túlzás, hogy az utolsó fillérig, de gyakorlatilag igen. Tehát gyakorlatilag a nagyobb részét Edit kapta ennek a támogatásnak. Igen, uh-huh. Igen. Tehát a többiek, a sífutók, biatlonosok el tudtak menni, azt hiszem egy vagy két világkupa versenyre. Edit volt Amerikában, hozták, edzője volt. Ezt kell csinálni. Tehát ennyire kevés pénz ebben, mert egyébként hát most ez a WAF mesteresen sorban, ez mindig nem elég pénz, mert nagyon-nagyon sok pénzt tettek össze szponzoroktól, hála Istennek, ami egy jó formája, azt gondolom. Tehát Bélsport az azért jó, ha a szponzorok által támogatott. De tényleg, hát ő nem azon a szinten készülhetett, mint a többiek eddig. Aztán majd most meglátjuk. Egyébként, ha több pénz lenne, lennének még eredményeink? Vagy nyilván ez egyéni kvalitások kérdése is, de hogy van, aki esetleg azért nem tud odaérni, mi nincs elég pénz arra, hogy felkészüljön? Szerintem előbb-utóbb lesznek eredményeink így is. Tehát azért ugye jó, persze, nekünk nincsenek nagy hegyeink, de hát azért két órára mindannyian tudjuk, hogy elég komolyan lehet síelni ugye Budapesttől. Ha valaki mondjuk Zaleger, született az két óra múlva már ott van, ahol a világbajnokságot rendezték. És egyre többen dolgoznak külföldön, azoknak a szülőknek, akik kimentek mondjuk 5-6-8 évvel ezelőtt Ausztriába, azoknak a gyerekei, azok előbb-utóbb tudnak mindjárt az ottani gimnáziumokba. Tehát ez szerintem csak időkérdése, hogy nekünk is világkupa dobogós sízőink legyenek. Körlingesünk lesz valaha? Pont a Janival reggel beszélgettünk. Körlingesek nagyon jók. Hát körlingesek följutottak az Európa bajnokságon az A csoportba két évvel ezelőtt, akkor tavaly visszaestek a B-be, és most valami egészen elképesztő véletlenem múlott, hogy nem jutottak föl. Tehát olyan szituációban voltak, hogy négy ilyen, ennek hívják ott azt, amikor egy ilyen játékot lejátszanak, valamelyiket kellett volna megnyerni egy nullára, és az nem jött össze. Összeomlottat egy kicsit. A körlingesek nagyon jók, ahhoz képest, hogy ott körlingben viszont tényleg jó lenne, hogyha lenne még pályán, mert ott csak hát szegények nagyjából kis túlzással akkor tudnak edzeni, ha leesik egy komolyabb bónos eső, nem? És akkor kimennek egy ilyen zsákutcába, és akkor ott gurítanak, vagy löknek hármat, hogy nagyon komoly pályáink, ott abból sincsenek igazából, semmilyen hát nagyunk. Hogyha desztillált víz esik, akkor tényleg igazad lenne. Igazából ott az a gond, hogy az nem olyan jég, mint ami a Városligetben van, vagy ilyesmi, hanem az desztillált vízből állítják elő, és még az sem jó, ami jégkorongoznak. Uh-huh. Tehát az ilyen teljesen speciális terület. Ott kéne nagyon egy-két pálya mégis, akkor viszont ott abszolút simán elérhető lenne a világélvonala. Nagyon rossz, hogy csak pénzem múlik minden. Jól van, Gábor, hát köszönjük szépen, hogy fölébresztettünk reggel, és ezeket elmondtad. Éreztetni akartuk egyébként, igen, a lehetőségeket, meg a mennyiségeket, hogy milyen nagy eredmény ez, megértse ezt egy laikus is. Köszönjük szépen, okay. Jó munkát nektek. Ciao, köszönjük szépen. Hello, köszi. És legyen okod még ordibálni. Az adat nem gyenge, nem? Igen, hogy nincs egy ilyen vakszoló állás valahol gyenge. Elvitte a komplet költségvetési. A hatszorosát. Atyaisten. Na jó van, megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. Óven bácsi és Berunév. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt, Mária! Jó reggelt, sziasztok! Mária vagyok, Tiszaújvárosban. Halló, Mária, mit csinálsz éppen? Most jelenleg szabadságon vagyok, veletek. Úgy döntöttem, hogy megpróbálok játszani, és sikerült. Na, mióta vagy Szabin, vagy hogy? Kapma! Ja, ez csak egy ilyen egynapos? Igen. Tudtad, hogy bekerülsz gyorsan, kivettél egy nap Szabit, vagy? Bár tudtam volna, nem próbálkoztam, és most sikerült. Ezeknek az egynapos Szabiknak mi az értelme? Vagy ilyen orvoshoz kell menned? Vagy igen, ilyesmi. Elintézendő dolgokat. Ilyen ügyintézés. Aha. Igen. Jól van. Mivel foglalkozol? Vegyi kombinátos, fogadjunk. Nem. Szólja mindenkiért is szívem. Hát egyébként tényleg nem. Igen. Mit csinálsz? Hát már egyre kevesebben vannak ott is sajnos. Adminisztrátor vagyok egy KST-nél. Adminisztrátorként dolgozol. Oké, Mária, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunéni. Figyelj! Pályaudvar? Vagy
Hát, vagy egy önkiszolgáló étterem. Valamilyen forgalmasabb helyen. Igen, mintha lenne edénycsörgés. Igen, igen. Péntek felék étterem. Gyerekek. Igen. Jó lenne. Gyerekek is vannak, igen. Mutatjuk, mit érekelnek, figyelj! La 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 na! Hát ez... ez... Úristen, igen, megvan, csak még nincs meg. Én ismerem a nem tudom az előadat, és nem tudom a címét. Nem, nem áll! Az a... De, de tudom. De tudom. Valami ilyen... Na, valaki bejelzett. Na, becsörgött az SMS. Mit írnak? Olvasd fel az SMS-t. Tudom, de nem segítek. Micsoda? Gypsy King. Gypsy King. Meg volt ezt, hogy annyira is tudok. Igen, indokolatlanul magasan tartok. Ez a bambó, ez meg volt. Az a bango. 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 Bamboléo. Figyelj, ki írt? A lányom. A lányod. Gyorsan elküldte SMS-ben? Bango. Nagyon gyors, igen. Jól van, ügyes vagy, meg is van. Úgyhogy nem is vettünk ki belőle semmit. Első rámondtad már, hogy egy komplett kis Klassz FM-es Morning Show ajándékcsomagot kapsz. Nagyon köszönöm. Jó? És kívánom nektek, hogy egyetek batyut. Te meg így ásad B-vitamin. Én megyek és veszek ma. Nagyon jó. Köszi, ciao. Én is köszönöm, sziasztok. Hello, hello. Na, igen. Ügyes volt, nem? Azonnal jöttek az SMS-ek. Igen. Hogy legyen. Jó, Gyarmat közelben a 43-as kilométernél kis terautó az árokban van. Papa küldte nekünk, ott nagy a nézelődés, mindenki figyeljen. És Hangácson baleset a Fodrász 290 előtt. Ez nem tudom, úgy a Fodrász 290 előtt. Két autó ütközött minden esetre. Aki arra jár, vagy aki ott lakik, az biztos tudja, hogy ott mi van. 5 perc van pontosan, 8 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 8 óra, amúgy pontosan 10 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, és közlekedési hírek is érkeztek, méghozzá nem is kevés. Elég sok jött, mondom is, hogy mik vannak. Azt mondja, hogy hétfőtől a Budakeszi főutcáját, igen, Budakeszi főutcáját felújítják, és emiatt ott számít, dugóra lehet számítani. Tata környe, Majk, Csákvár, Lovasberény útvonalon tiszta napos időben több helyen lefagyott részeket tapasztalhat, aki erre jár, ezért csak óvatosan írja Zoli, mindezt ékezet nélkül. Vagy legalábbis így jött át. Téglásnál a 4-es főúton kint a rendőrség és a KPM üdv Dávid, valamint a Szerencs utcai vasúti fénysorompó nem működik, alakul a dugó éjjel a MÁV. Üdv B. Most durán szét egy terautó gumia az M5-ös Dunaföldvári lehajtójánál Szeged irányába, a darabok szétszorodtak a pályán, mindenki óvatosan menjen, üzente Andris. M86-oson a Sárvári leágazónál van egy baleset, tiszta jég a 86-os, nagyszerű lenne, ha a közút nem csak 30 széteres hóban foglalkozna az utak csúszás mentesítésével, jött egy ilyen üzenet is. Gyarmat közelében a 43-as kilométernél kis terautó az árokban, és az M7-es szintén nagyon csúszik, baleset van a Martonvásári lehajtó előtt Budapest felé, ezt Zsolt küldte nekünk, köszönjük szépen. És itt egy nagyon fontos információ a curlinggel kapcsolatban, nem tudom, láttátok-e, hogy ahhoz képest, amit mi tudtunk róla, mi nagy hatalom vagyunk, mert hogy vegyes párosban mi vagyunk az aktuális világbajnokok. Kis Zsolt és Palancsa Dorottya személyében, igen. Igen. Fölmentem a curling.sport.hu-ra, és ott. Na, ott az, is ez az olvasható. Az nagyon jó. Nincs ma elmentes övezet, mert nincs Gábor. Sajnos, igen. Nincs is kedvem az hagyjuk egész. A francba, igen, tegyük a füle felé, menjünk együtt zsírt, én növényítte megállom. Igen, vegyetek magatokhoz mindenféle táplálékot, ami káros vagy nem káros, Gáborunk ma igazoltan van távol. De nem írták, nem tüntették el. Elrontott a kis pocokját, egy kis romlott hajjával? Nem, egy biovásáron van. Ha? Árul vagy vesz? Nézelődik. Szétnéz. A tapasztalatot gyűjt. Azt hittem disznóvágáson. Nem, egy biovásáron van kint, külföldön. Úgyhogy emiatt nem tudott már jönni. Nincs rovat, de jövő héten bepótoljuk majd. Fölvehettük volna, bejövünk tegnap este, ha akarod. Kicsit elkeseredtetek most? Hát az elmentesek. Kutya fáját. Mi megint nem tudjuk meg, hogy mit tegyünk, vagy mit ne együnk. Így van. A legszebb pillanat az elmentesben, amikor elmondja, hogy ő mit evett. Imádom. Hát ne az, te, ahogy csorog a nyálam. Én már kicsit retek csírát. Némi kis fügét nassol, egy kis tönkőbúzás kenyeret. Egy igazi ínyenc. Egy igazi ínyenc. Én már minden reggel csütörtökön, még a műsor kezdet előtt letérlek, és elkezdek imádkozni.
Tóth Gábor mindennapi kölesünket ad meg nekünk. De nem mondta, például mutka citromról milyen érdekes dolgokat. Jó. Mi ez az ófenilfenol nevezetük is finom kis vegyület, mindenki itt a limonádét liter számra, és azt hiszi, milyen egészséges, hogy citromot rakott bele, azóta kicsit máshogy értékel. Kérdezi a pincér, hogy kérek bele citromkarikát? Hát azóta nem biztos. Mókázunk, de például a múltkori adás óta én például már a citromot tényleg ledörgölöm, lemosogatom, mielőtt elkezdjük használni, illetve a banán kihámozása vagy meghámozása után csak kezet mosok, és csak utána fogom meg magát. Jó vagy. A lényeget. De mondjuk neked ez öröm, szóval, hogy te ha ilyet hallasz, felcsillan a szemed, hogy végre valami, amikor újra lehet kezet kérni. És fekszem le emiatt. Igen, tehát neked ez egy, neked minden ilyen rituália, ez egy külön öröm. Tehát kis ahol feltőtlenítés. Jövő héten bemondja, hogy mit főzd meg a fügét 100 fokos vízbe 10 percig, és utána edd meg, te aznap veszel egy csomag fügét, és csak azért, hogy megfőzhesd, és tehát utána te megcsinálod. Tehát nálad ez egy ilyen pervers dolog, hogy végre nem eheted csak a banánt, úgyhogy lehúzod, meghámozod, előtte kezdett kell mosni, utána érted. Rituálisan meghámozhatod. Hát neked ezek mind jó hírek. Oda menni a hűtőhöz, kinyitni, kivenni. Hanyagmódon. Három mozdulat, vagy mondjuk kettővel lehántani a héját, aztán betolni a banánt. Az nem az én világom, srácok. Az nem az én világom. Gábor megmutatta a helyes utat ebben is. Tudom bonyolítani még a dolgot. Bizonyám. Úgyhogy már nincs, de az mentesevezet@morningshow.hu-ra jöhet e-mail, akinek van kérdése. Több száz jön, tehát a válaszadás itt is esetleges vagy lehetséges, tehát nyilván a Gábor előreveszi azokat, akik komoly bajban vannak, ételallergia, stb. Ha most valaki fogyókúrás receptet kér, vagy szabad el lekváros palacsintát tenni túros helyett, akkor azért azokat nem biztos, hogy a Gábor megválaszolja. Tehát itt is olyanok kaptak elsősorban választ, mert hogy több száz jön minden adás után, amik valójában fontosak, mert hogy erre egy ember válaszol, ami Gáborunk is azért nem győzi a rohamot, úgyhogy hát mindenkitől türelmet kérünk. Palacsinta. Most láttam valamelyik nap, képzeljétek el. Nagyon cukros lesz fogadni. Igen, már érzem, hogy ragad össze a nyálam. Nem, egy alternatív tészta variációhoz gesztenyelisztet és mandulalisztet. És az egész vastagon leüntve jó arcsirupa. Igen, csokoládéban. És lenyomva 30 deka friss tejszihabbal. Igen. Gábor itt teszi a sülcsülköt mellettem a hentesnél, írja Perec. Igen. Neki is kell valahol lazítani a időnként. Na, Vastag Csabi, kérdezik sokan, hogy a vacsorával kapcsolatban mi a helyzet. Ugye az van, hogy a Csabi jön holnap hozzánk, igen, pontosan azért, ugye, ha már ilyen rendes volt, és felajánlott ezt a vacsorát, és holnap sorsoljuk majd ki, hogy kivel menjen vacsorázni, úgyhogy ma még megküldjetek. Vacsorázni meg. Ha vacsora lesz, tehát reggel ez megnézzük majd az időbeosztását. Ebéd, hétköznap, 10 órai früstük. Valamit találunk. Hétköznap egyébként szerintem be tud ülni vacsorázni, tehát nincs minden este aknia talán. És a holnapi jelentkező közül sorsoljuk majd ki, akit fölhívunk adásba, és elmondhatja, hogy akkor ő mit tenne, Csabi, hova vigye, milyen ajándékkal készüljön, mert itt ez a lányokról szól. Ja, hogy ez nem holnap esti vacsi feltétel? Hát ez lehet, hát jövő héten is? A holnap este az lehet, hogy haknéz, lehet a jövő héten is. Valentin napkor, tudod, milyen vastag igény van? Valentinkor a szerelem nagykövete. Délután 4-kor elindul, és hajnalba ér haza. A hat rubadúrát. Az 8 hakni legalább, igen. Szóval, hogy holnap választjuk ki azt a hölgyet, aki abban az örömmel részesülhet, hogy Vastag Csabi elviszi vacsorázni. Hmm. Ugye? Egy ilyen találkozás a rajongó, egy ilyen közönséges, hogy mondják ezt? Mi ez? Közönség találkozó keretein belül Csabi elviszi egy hallgatónkat vacsorázni. Ez a mi ajándékunk nektek. Hogy megszereztük Vastag Csabit egy vacsorára. Egyszerűen hihetetlen. Ez nem a Csabi ajándéka, a Csabi megy, mert jó fej és megcsinálja a mi ajándékunk, a mi női hallgatóinak. Már de, akik oda vannak Vastag Csabiért. De én úgy emlékszem, ő ajánlotta föl. Hát ő igen. Igen, fölajánlotta. Igen, nem nagyon volt más választás, amikor fölébresztettük reggel, hogy megköszönjük neki a vacsorát. Úgyhogy holnap Csabi jön hozzánk 8-kor. És 8 órakor jöhetnek majd az SMS-ek kicsi indoklással, hogy ki miért örülne ennek, mit tenne, mi lenne jó, ha Csabi hova vinné, mit szól ez a párja, és aztán valakit kiválasztunk, és fölhívjuk itt élő adásban, hogy összekössük őket. De mivel ezen a héten mi adtunk nektek valamit, a jövő héten nektek kell majd elvinnetek Fekete Lacit vacsorát. Azt hittem, azt mondta, hogy minket vacsorázni. Az a fájdalomdíjunk, vagy az a mi ajándékunk, hogy minket elvisznek vacsorázni. Valentin napi ajándékok már lapulnak a tarsolyban? Azért meg van? Te vásároltatok? Meg. A pisztolytáskában ott van? A kis bandázsodban ott van a kis ajándék? Gyerekek, hol a Valentin? Tegyetek ki magatokért. Te is készülsz? Micsoda? Minden évben. Hiába röhögsz. Virágcsokorra? Nem, virággal nem. Valami kis aprósággal egyébként. Figyelj, szeretik a csajok. Ha be ismerik, ha nem ismerik be.
ha nem kapnak semmit, van, aki nem bánkodik, de a kap azért annak örül. De jó. Nincs egy ilyen nagy, hatalmas nagy valentinozás, uh-huh. De valami kis apróság. Jó, az elmúlt évekből egyet mondja, amit így vettél. Ezek ilyen nagyon banálisak. Tehát szív alakú csoki, meg ilyen kis apróságok, tehát itt nem, semmi komolyra nem kell számítani. Aha. Tehát nem ékszer, vagy óra, vagy mit tudom én, pénzborítékba, tehát nem ilyen. Az igazi gálás lenne. Kösz magadra, drágám. Sem. Boldog Valentin napot. Egy ilyen üdvözlőkártyával tudod valami kis szellemes szöveget. Hát figyelj, ezt a csajok szerintem szeretik. Pici apróságokra nem kell túlzásba vinni. Én például holnap megengedem majd, hogy az ő Supershop kártyája, töltsük majd a pontokat, és ne az enyémre. A másik pedig, ne felejtsük el, hogy másnap, másnapot van a Clementine nap, ugye? Ami férfi. Kedden megbeszéltük a Tibivel, hogy van Clementine nap is, amikor a férfiak kapnak majd. Ha valaki nagyon okos akar lenni, nagyon ügyes, akkor valami olyasmit ad pénteken a feleségének, amit szombaton visszakaphat, és örülhet neki. Azaz. Hát igen. Jó, értem. Minek örülnétek most, tessék? Aminek? Igen, most kapnátok valamit. Igen, ami jól jönne. Egy csoki csinálógép extra csoki pudingporral csoki mártásban? Mi lenne? Nem, jön majd, hogyha jól emlékszem, júniusban a Maiden Magyarországra, az Iron Maiden, és klasszikus dologból összeállított szettel jönnek, amit állítólag már nem fognak többet játszani. Hatalmas fény, hatalmas látvány, eddig is jön, tehát egy klasszik nagy Iron Maiden show lesz. És állítólag már a neten elkezdtek árulni a jegyeket, én nem néztem meg, de nem is tudom, hogy hiszen még hivatalosan nincs ilyenek is meg ezek a jegyek. De ha esetleg én arra kapnék tőle, akkor én örülnék. Igen. Mondjuk az a baj, hogy ő is. Iron Maiden az már ilyen öregek találkozója. Aha. Nem? Már nem azt úgy értem. Tehát ilyen nosztalgiázó 40-esek, akik ott látják a fiatalságukat, és akkor elmennek még egyet bulizni, nem? Részben így van, de azt gondolom, hogy itt már az van, hogy itt a szülők, a nagyszülőket direkt nem mondom, mert túl magas labda lenne. Tehát, hogy a szülők már megfertőzték a gyerekeket. Igen. Abaházi Csabi is megy, és mondta, hogy ő viszi a nagy fiát. Bizony. Hogy megmutassa neki, hogy mi az élet. Csak mondom, ez hogy ilyen volt apa is régen. Hogy a Romeo kedvenc lemeze 2012-ben az a Black Sabbathnak a 13. című albuma volt. Tehát, hogy ott azért már eléggé sikerült, jól sikerült ez a fertőzés. Megfertőzte a Csabi, igen. Na, úgyhogy hogy arra a Maiden koncertre egy jegyet kapnék tőle, akkor annak örülnék. Meg ha ő fizetni a sajátját. Tulajdonképpen kettőt kapnál, akkor igen. Igen. Na, van egy nagyon helyes történet, egy futball átigazolással kapcsolatban. Egy olasz sportlap is felkapta az ügyet, közösségi oldalakon gyorsan terjednek azon ember fényképei, aki mindösszetesen 17 évesnek mondja magát, Minalának hívják, és hát a Láció próbálta leigazolni. Az ügy egészen odáig fajult, hogy kedden már a kamerú játékosnak és az ügynökének is kellett magyarázkodnia, mert hogy hát arról van szó, hogy őt nem 17 évesnek gondolják a rajongók, nem tudom egyébként, hogy ez miért fontos, de a képen látható egy kb. 35-40 éves úriember, afroamerikai származású, aki 17 évesnek mondanak, és azt mondja, hogy azért 17 éves, mert hogy nehéz gyerekkora volt. Vagy azért tűnik öregebbnek, és azért tűnik kicsit idősebbnek az arca, mert hogy nehéz gyermekkora volt. 17 évesnek hazudják, nem tudom, hogy azért, mert olcsóbban lehet megkapni, vagy azért, mert kevesebbet kell érte fizetni. Minden esetre, hát ha megnézed ezt a fotót, kitesszük majd a Facebookra, látszik rajta, hogy neccesen lehet ő 17 éves. Hát igen, nem szerette volna a helyébe lenni, amikor gyerek volt már, hogy ez nagyon-nagyon súlyos volt ez a gyerekkor. Igen. Azt mondják egyébként, akik átigazolták, vagy leigazolták, hogyha leülsz vele beszélgetni, akkor egyértelműen kiderül, hogy ő 17 éves. Aha, mi az, hogy slangből, vagy miből? Hogy tud, igen, hogy rájössz arra, hogy ő 17 éves. Sős srác, haver vert az apám, érted? Vagy mi? Nehéz. Meglepődnék rajta, hogy egy kamerun így beszél. Ha náluk is ez a szleng. De jó, hát most nem így mondja nyilván, de hogy valami szleng. Igen, olyan egyébként a test az lehet éppenséggel 17, picit furán néz ki egyébként, mert hogyha megnézték a testarányait, olyan, mint hogyha egy ilyen fejcserének esett volna áldozatul. Igen, nagyobb a fej, mint ami kéne hozzá. Meglehetősen durván néz ki. Hát a papírjai alapján 17 éves. 17. Ilyenkor olcsóbban szerzik meg? Vagy miért jó ez, hogy letagad pár évet a korából? Hát lehet, hogy itt az a trükk, hogy ugye mondjuk ilyen fiatal verzióban játszik. Ja, egy fiatal verzióban tudják játszani. Tehát, hogy van ez az U20-as világbajnokság, ugye, vagy mi az, ahol fiatalak játszanak, igen, és akkor a 30 évesen bekerül oda egy jó fizikumban. Egy tapasztalt játékos. Igen, csak az mondjuk a válogatott, tehát a Kamerun színeiben játszava ott, a Lációt ezt szerintem a legkevésbé sem érdekli. Aha.
És a Lációnak nincs ilyen fiatalkori csapata? De az, hát éppenséggel nekik is van, nyilván utánpótlás. És az utánpótlás, ha nyer, akkor az följebb húzza a főcs. Hát nem tudom. Nem tudom, én esetre a Pali érdekes, a fotó vicces, tehát tényleg úgy néz ki, mint egy 40 éves. 17 évesnek ez erősen mondható. Meg a fura egyébként, mert az afrikai játékosoknál pont az szokott lenni, hogy ugye nem idősebbnek néznek ki, hanem fiatalabbnak. Most gondoljunk csak egyrészt a pákóra, meg másrészt az idősebb afrikaiakra. Mert vagy a pákó idősebbnek néz ki, mint ami? Igen, hogy nem. Hogy fiatalabb. Nem tudod megmondani a korát, ránézel, és akkor azt mondod, hogy basszus, hogy már 50 felé gyalogoljon éppen. Hát annyira fiatalnak tűnik, annyira zsenge koronak. És egyiket, vagy megnézed például az idős kubaiakat. Hát basszus, ők elképesztő jó genetikával rendelkeznek, és akkor azért, hogy mennyi tetszik, 70, nem 90. Na, de tényleg. Aha. Tehát, hogy egy 20-as simán letagadhatnánk. Ez a srác meg pont ellenkezőleg. Igen. A cikkhez volt kapcsolva egy érdekes kutatás egyébként, hogy egy felmérés szerint a társkereső oldalokon a nők egyharmada letagadja a korát. Tehát, hogy azok a nők, akik ugye szeretnének megismerkedni valakivel, azok nem mondják el, hogy mennyi idősek, hanem lecsalnak belőle mondjuk egy 5-10 évet. Tehát vonzóbb úgy egy nő, aki egyébként ugyanannyinak néz ki, mint amennyi, ha azt mondja, hogy ő nem 40, hanem 35. Hogy miért csinálják ezt a nők? Vagy jobban elkelnek? A nagy probléma az ott van, amit te mondtál, hogy nem néz ki 20-nak, tehát látod, igen, hogy 30, akkor minek? Mert ha valaki egyébként 20-nak néz ki, akkor még próbálkozzon vele 30 évesen, hogy ő 20 éves. Igen. Csak 22 vagy, akkor neked is nehéz gyerek. Nagy a baj. Mintanak a Kamerun is látszik a Lációban. De tényleg, tehát hogy semmi értelme nincsen letagadni, mert ránézel, meg aztán az igazság ugye előbb-utóbb úgy is kiderül. Ő fiatal, a pasit akar fogni? Valószínű ez az. Tehát 30 éves, hogy azt mondja, hát egy 25-ösel csak jobban járnék, és akkor azt mondod, hogy 20 vagy. Hát igen. Vannak ilyen hölgyek egyébként, akik egyszerűen képtelenek elfogadni a saját korukat. Ebből a legdurvább változat egy celeb, Jackie Stallone, Sylvester Stallone anyukája. Jézusom. Na most, hogyha róla láttatok képet, vagy képeket inkább az utóbbi mondjuk 5-10 évből, hogy milyen metamorfózison esett ő át, hát most már konkrétan az ijesztő kategória. Tehát már a mumus, akivel riogatod a gyereket. De azért ő botoxol, vagy nem tudom. Jackie Stallone, jöjjön el, ha nem eszed meg ezt a tökfőzeléket, és nem, fekszel le akkor, amikor. De most komolyan, tehát hogy nála már komoly gondok vannak, ő a 90-es éveiben jár már, de nem akarja nagyon elfogadni. Hát de ő botoxol keményen. Igen, tehát igen. Szétszabadta úgy az arcát, hogy úgy néz ki, hogy már geronázó egy autóban esett. Igen, után. És a fülcimpei már válig érnek. Igen, tehát ő szegény, ő rémisztően néz ki. Borzasztó. Mondjuk a Stallone is jó úton halad, ugyanaz. De azért jobban tartja magát, igen. A csajok mennek inkább a fiatalabb pasikra, vagy inkább a pasik mennek a fiatalabb csajokra? Hogy van ez így az ismerkedésnél? Vagy ki megy kire? Szerintem a fiatalabb csajok azok általában jobban mozdulnak az idősebb férfiakhoz. Az idősebb pasikhoz? Igen? Igen. Ezt nem tapasztalatban mondom, mert... Idős pasiknak is van igénye a fiatal. Mert te vonzott a fiatal az időset. Nagymamá, granny, ne. Nálad elég nagy a vetszés, igen. Egy jó granny kategória, nem mondta, hogy azért nem. Hát, nem? Minden tudnak. Igen. Mit gondolsz, miért tud ennyit Stallone nagymamájáról? Igen, ott tegnap volt egy ilyen rész egyébként, a két pasi és egy kicsiben, és ott mondták, hogy hát tudott egy-két dolgot. Igen, ők már tudnak egy-két dolgot. Meg 5-10. Most egy 45 éves nő például pasit akar találni, azt mondja, hogy 38, hogy jobban talál. De egy valószínű, igen, elolvasod, hogy mennyi idős, és nem most az is az a lényeg, hogy 7 évet nem biztos, hogy be tudsz azonosítani, de effektíve számít a férfiaknál, hogy mennyi, nem? Tehát, hogy jobban talál magának pasi, ha letagad néhány kort, vagy letagad néhány évet, nem? 40. Mert azt nézed, hogy mennyi idős a nő, és 45 éves már nem úgy talál magának, vagy 47 éves, mintha beérjük mondjuk 42 vagy 41. Aha. Tehát tényleg számít az 5-6 év egyébként. Most így kimondott, hogy 48 vagy 42, nagy különbség, hogy közelebb van az 50-hez, vagy még csak 40. Most múlt 40, nem? Nőkre ez nagyobb problémát jelent elő, mint a férfiaknál. És ugye, hát jó, vegyük az ideális esetet, amikor valaki hosszú távra tervez a leendő barátnőjével, akkor azért ott már előbb-utóbb kiderülsz egy életen keresztül, nem tudsz hazudni. Az a nő, aki 48 éves és 42-nek mondja magát, az hány éves pasit akar? 45-öt? Aki letagad néhány éves? Ő már lefelé kalibrál szerintem. Tehát, hogy inkább már a fiatal pasiba gondolkodik, pont azért, mert egy fiatalabb pasi, egy jó egzisztenciával rendelkező fiatalabb pasi sokkal jobban tud majd róla gondoskodni. Aha. Szerintem, legalábbis szerintem így gondolkodnak. Tehát nem egy idősebb fickót fog választani, hanem inkább egy fiatalabbat. És egyébként ez sokszor jó is, mert szerintem egy idősebb nőnek valószínűleg jót tesz.
szellemileg is, genetikailag is, mindenféle formában az, hogyha egy fiatal. Ha rendesen elkapják, arra gondolsz? Szellemileg, meg genetikailag, már hogy érted? Nem kifejezett. Vagy mire gondolt, hogy szellemileg és genetikailag jó, hogy fiatalon tartja? Igen, uh-huh. Igen. Egészen más tempót diktál, egy csomó aktuális dolog betüremkedik az életébe, a fiatalabb pasin keresztül, stb. Tehát, hogy sose értettem ezt a 18 éves fiú 50 éves csaj felállást, ez nekem annyira fura. Tényleg? Nem, valahogy. Hát mi más? 18 éves fiú. De 18 éves fiú 50 éves csaj, nem a lóvé. Tehát 18 éves lány 50 éves pasi, ott igen. De a 18 éves fiú 50 éves csaj, tehát nem a pénzt kap a fiú azért, hogy elkapja a csaj. Valahogy a fiú lány ez természetesebb. Tehát egy 50 éves pali egy 26 éves csajjal valahogy sokkal elfogadottabb. Hát ott azért érted, miről van szó, persze. Hát igen, apa komplexusban szenved a lány nyilván. Végre nem. Valaki elmenjen veli a Harry Potterre. De nem fura, hogy egy 20 éves srác egy 48 éves nővel. Azt valahogy sokkal kevésbé tudom elfogadni, vagy ilyen furán nézek rá. Nem? Mikor jön egy láthatóan középkorú nő, egy ilyen fiatal, ilyen sármos, mondjam, 18 éves sráca. Vagy azért azt úgy elképzeled, az a szerelem? Nem tudom, vannak nyilván ilyen olyanok, akiknek ez, de hogy azért azt így nehezebben tudod elhelyezni, nem? Hát igen, igen, ott fura elfogadni, hogy nehéz elfogadni, hogy na, ott akkor most itt rájuk talált a szerelem első látásra. Tehát ahogy érzed, hogy van valamiféle érdek is a dologban, vagy igen. Lehet. De fiatal palik szeretik az idősebb nőket, mert hogy azt látják bennük, amit az anyjukban, nem? Hogy ilyen a tapasztalt, az, aki már úgy mindent tud, tehát szerintem nagyon sok fiatal pasi. Hát ha azt látják, hogy azt keresik benne, amik az anyjukban volt. Minden párkapcsolatodban azt keresed egyébként. Hát azért 18 nem, éves de csak nem tudsz róla, nem, mindenki. Ugyanazt. Ha nem tudok róla, akkor lehet. Ahogy ne, tudatalat sokkal több folyamat zajlik egy párkapcsolatban, mint fent a tudati szinten. Sokkal. Persze, elmész egy Hellinger családállítással, szörnyű dolgok derülnek ki, hogy mit keresel a jelenlegi párkapcsolatban. Kíváncsi lennék erre. Akár még el is mehetnénk egy ilyenre, és megnézhetnénk ezt a dolgot, mert hogy az én anyukámban, meg a feleségemben semmi közös nincsen. Uh-huh. Ezt gondolod. Ezt gondolod, vagy ezt hiszed? Aha. Vagy nem jöttél érdekes. Még rá? Vagy persze. Aha. Én ezt nagyon sokat fejtegettem a BK-val, mert én is ugyanezt mondom a két nőről, a édesanyámról és a Juditról, és hogyha leültünk, és elkezdtük átbeszélni a dolgokat, és így egyszer csak kijön, hogy azért valamilyen szinten mélyen ugyanazt megtalad a két nőben egyébként, pedig teljesen. Bizonyám, a szülők olyan erős lenyomatot hagynak, persze, hogy ugyanazt a szerepet próbálod aztán a párkapcsolatban is megjeleníteni. Vagy pont abból próbálsz kitörni, és azért mész bele ugyanazon játszmákba, hogy aztán ez ne legyen. De általában az esetek nagy többségében azért az nagyon meghatározó. Tehát az anyák az apjukkal hasonlót, a fiúk meg az anyjukhoz hasonló nőt keresnek aztán, és ugyanazokat a mintákat uh-huh. játszák. Nem külsőre, nem feltétlenül. Nem külsőre, nem. Egyáltalán, dehogy külsőre. A külső legkevésbé. Nagyon sokan ezt gondolják, hogy mert olyat keresik, akkor olyan haja van, hogy nem ugyanez. Hanem például a családról való gondoskodás, az visszajön, hogy ahogy ő állt hozzá, ugyanúgy fog hozzáállni a te feleséged is. Ezek benne vannak a dologban. Anyám mindig azt mondta, hogy olyan jól áll nekem a pantalló monitorot, ugyanezt soha nem hallottam például. Pedig én megnéznélek. Pantallóz. Ez hogy van, hogyha van egy idősebb nő, akkor az mondjuk ugyanúgy fizethet egy fiatalabb palina? Igen? Most nem mondd már nekem. Tehát azt mondja, hogy figyelj, járjál, de az idősebb férfi megveszi ezt-azt a fiatal csajnak, igen. Hogy érezze, hogy fiatal. Van egy idősebb nő, aki most nem nagyon gazdag, de jól szituált. Vesz különböző ajándékokat, hogy megtartsa a 18 éves, 20 éves, ha mondjuk nincs valódi érzelem, hát, vagy nincs testiség. 18 éves fiú, ha rá is van gerjedve az idősebb korosztályra nőben, akkor az max 40 szerintem. Hát a 40 éves nő még tökéletes. Jó, de most itt arról beszélünk, még egy 50-55. Na, hát, az már azért betegebb, nem? Hát ott szerintem nem is, és nem is kell nagy dologra gondolni. Az élet dolgokat, hogy azt mondja, hogy akkor járj az autómmal, mert én nekem pont én álltam. De most gyerekek, most megmondom, mi van. Tehát egy érett 50-es nő, uh-huh. vagy én 18 éves ilyen kajla, kölyökvizsla kislány, hát akinek esze van, azért inkább az érettebb 50-est választja, nem? Most nekod nem... 18 éves vagy te? Igen, te 18 éves vagy egy 20 éves vagy, és van egy jó, jól kinéző 45-ös bombázó nő, aki jól tartja magát, hogy 5-össel lejjebb jöttem, akkor jó legyen 48, na. Aha. Vagy választatsz egy 20 éves diszkóba, még önmagát kereső, leszbi csókcsatákba belemenő tinédzser kislány között, hát nem mondd, hogy nem.
Nem hagyod magad bevezetni azért itt a nagy rejtelmekben, mondjuk egy 40 évessel? Hát, ízlések nyilván egy csomó minden van ebben, de... Én inkább X-re venném. Már a kettő közé lő? A kettő közé? Vagy a kettővel? Vagy a kettő közé. Érdekes, érdekes ez a dolog egyébként, igen, hogy hogy tud megtartani egy idős nőt, ahol mondjuk nincs érzelem, de ez olyan fura, nem? Miért elfogadottabb társadalmilag egy idősebb pali egy fiatalabb nővel? Hogy látod őket, azt mondja, jó, oké, hát papernak jól megy egy kicsit, ott megtámogatja a kislányt. Ellenkező esetben meg úgy valahogy nem tudod hova tenni. Most picit tényleg felejtsük el, hogy kicsit azért rossz indulatúak vagyunk. Nem miért? Egy normális kapcsolatban egyébként... teljesen bevett dolog, hogy így, aki szereti a másikat, az időnként meglep mindenféle ajándékokkal. Hogyha ugyanezt mondjuk egy 50-es nő teszi a 22 éves barátjával, akkor azt mondjuk, hogy kitartja. Pedig simán lehet érzelmi viszonyá, hogy ne? Nagyon sok fiatalnak van masszív anyakomplexus. Szereti, persze. Aztán vesz neki ezt azt. Hát ennyi. Igen. Ő megtanítgatja. Ja, igen. Hát nem. Hát egy 18 éves még bőven tanítanod kell. Ja, nem, én úgy értettem, hogy nem az hogy a hölgy vesz a srácnak, és ő tanítgat, akkor a sráctól mit kap? Tehát, hogy én a hölgyre értettem igen. Azt, hogy vesz ezt azt a fiúnak. Biztos, igen. Jó, írjanak már olyanok, akik olyan párkapcsolatban élnek, ahol mondjuk nagyon fiatal a srác, és idős a csaj. Jó, hogy megnézzük, hát ha esetleg van egy 50 éves nő, aki vállalja, hogy neki van egy 18 éves szeretője. És miért tartja? A férfiaknál nagyjából tudjuk az indokot. Jó, de ne szerető legyen, mert azt akkor értem. Kapcsolat is lehet. Kapcsolat is. A szerető szó az most úgy hangzott, hogy az 50 éves nőnek van egyébként férje, és mellette ápolgatják egymást egy 18 évessel. Az, nem, mondjuk kapcsolatban élnek. És igen. Kapcsolat, tényleg őszinte szerelem. Igen, egy 20 éves srác és egy 52 éves nő például. Legyen. Igen, biztos, hogy tudunk ilyet találni. 8:30 pontosan 4 perccel. Hármas ugrásra is lehet jelentkezni közben, néhányan már megtették, de ilyenkor jön a legtöbb SMS, úgyhogy lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgetünk, hogy mi a jobb korkülönbség, ugye nem is tudom már, hogy jutottunk el idáig egy nigériai focistától. Kamerun. Na hát akkor meg pláne. Ja, hogy Kamerun. Ja, hát a kameruni, hát a kutyafáját. Bocsolj, aki ugye 17 éves, de nem 17 éves, de mindegy, nem is erről kezdtük beszélgetni, aztán eljutottunk oda, hogy a nők általában hogy a csalnak, lecsipentenek a korukból, és próbáltuk megfejteni, hogy melyik a jobb. Érdekes, Anna tök más véleményem van, hogy ugye arról beszélgetünk, hogy mi a jobb korkülönbség, hogy egy fiatal pali egy idősebb nővel, mondjuk egy 20 éves pali egy 50 éves nővel, vagy egy 50 éves pasi egy 20 éves nővel. És elfogadottabbnak mondtam én az idősebb férfit a fiatalabb nővel, ez egy ilyen társadalmilag talán bevetett dolog, de te nem így gondolod. Nem. Te azt gondolod, hogy az a jó, ha van egy idős nő és egy fiatal pali, ugye? Igen, de nem, most ne írják meg, hogy persze, mert magadból indulsz ki, jó, mert te már ennyi 40, akár B oldal. Igen, te már nem egy 60-ast akarsz, hanem egy 20-ast. Igen, de nem, ez egyébként én azért gondolom így, mert egy nő, hogyha vigyáz magára, és kicsit tényleg karbatartja magát, és ad magára annyira, akkor ő úgymond nő marad, 60 évesen is egy nő, az jól tud kinézni. De higgyétek el, egy 55 éves nő az nagyon-nagyon ott tud lenni. Egy 55 éves pali a mai hajszolt világba, aki lehet, hogy úgy éli az életét, hogy mondjuk... 20 órát dolgozik a 24-ből. Nem, ez nagyon-nagyon jellemző. Tehát leharcoltak a pasik mondjuk 40 évesen? Hát már 40 évesen. Genetikailag nyilván a férfiak szerencsésebbek, mert egy 50 éves pasi, vagy egy 50 éves nő, a genetika nekünk segít. Ez de igaz. Aztán ez persze nem biztos, hogy megjelenik az életben. Nem, ez igaz. Tehát a genetika nektek segít, viszont fizikálisan ti vagy működtök, vagy nem működtök. Hát nézd meg, hogy hányan ülnek ott mondjuk olyan klinikákon, ahol sajnos segítségre várnak 40-es palik. Akkor mit kezdjen egy 60 éves emberrel, mondjuk egy nagyon klassz 40 éves nő? Tudod, tehát az a helyzet, hogy a pariba kell lenni, és azért azért. Igen, értem, teljesíteni kell, érted? Tehát, hogyha egy 40 éves nőt meg akar tartani egy 60 éves férfi, akkor bizony, hogy azért ott aktív, hogy úgy mondjam, nem életet kellene élni. Na, de én nem tudom, valahogy én akkor sem tudom ezt hova tenni, az 50 éves nő, 20 éves fiú, ez nekem valahogy annyira sántít. Az azt jelenti, hogy ha neked 50 éves, 20 éves, akkor 30 éves lesz, akkor 60 éves lesz a barátnő. De miért? 60 éves. Míg te 30 éves, hogy azért az beteg. Tehát ezért ez nem egészséges. Míg valahogy egy idősebb pasinál, valahogy mi ott se nyilván mindig az őszinte érzelmekről szól, de valahogy jobban el tudom fogadni. 55 éves a pasi, 27 éves a csaj. Hát ez az, mert ez a bevett, azért tudod elfogadni, igen, szerintem igen. Ez egy ilyen sztereotípia, hogy ez jobban, de szerintem semmi nincsen benne. És akkor van x évkor különbség, az azt jelenti, hogy édesanyám, aki mondjuk 60 éves, ő hazajönne egy fiatalabb palival, mint mondjuk én vagyok. Aha. És a újra megházasodna, és a férje fiatalabb lenne, mint én. Igen. És bemutatkozik neki egy apuka. Szia! Igen. Te vagy a nevelő apám? Hát most nyilván nem. Igen. Oh,
És ülnénk ott a vacsorá, asztalnál, és ott ülne anyám, fiam. Ott ülnék én, és ott ülne a fiatalabb pasia. Lenne közös témátok. Balázs kicsi fiam, a sót add már oda, légy szíves, mondaná neked. A pár éve fiatalabb új apukád. 34 éves távú. Nyilván nem hívna apának, de hogy ott közön ott láttam, hogy csókolozik az anyámmal. És ugyan, mármint fiatal. Tessék? Fiadna. Nem, nem hívna fiának, de hogy látnám, hogy ők ott ketten ott csókoloznak, miközben tudom, hogy ő mondjuk 34. Nem egyszerű egyébként. Hát nagyon nem. Abszolút nem. Tehát a generációs különbséget szerintem önmagában nehéz, de hát attól működhet. Igen. Tehát hogy mondjam, egy nőt föl tud húzni szerintem egy fiatal pasi. Tehát egy 40 éves nőt, ez a főhúzását most azt értem, hogy... Értem, ne gondoljam. Tehát, hogy még azt mondom, jobban összeszeded magad, oda teszed magad. Itt van Ibolya, hello Ibolya, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Hello, te hány éves voltál, amikor összejöttél a pároddal? Én 41 voltam, ő 21. 41-21? Na, az tehát egy kerek 20 év. Uh-huh. Igen, kerek 20. Nem 20 év, a párom mindig azt mondja 19 és fél. Jó, igen, hát, jobban rendes. Hozzáteszem, három gyerekkel, független nőként ismerkedtünk meg. Itt a helyi médiában dolgoztunk mind a ketten, összejöttünk, és van egy nagylányom, aki 2 évvel idősebb, mint a párom. Atya Isten! Igen, és a két, hát a kamaszkorba levő fiamat a párom nevelte fel, ő adott a kezükbe szakmát, ő indította útnak őket, azóta is működik a kapcsolatunk, sőt, 6 éves házasok voltunk 2 nappal ezelőtt. Oh. Tehát akkor 15 vagy 16 éve vagytok együtt? 16 éve, és van egy közös kislányunk, aki 10 éves, 45 évesen szültem. Ha? Neki. Így van, 4 gyerekem. És a gyereked idősebb, mint a párod? A nagylányom, igen. De van egy 22 éves unokám, akit szintén mi neveltünk, tehát nem kell elképzelni, az a baj, hogy rosszul gondolkodsz, Balázs. Na. Azért, mert előre vetített 20-30 évet, hogy mi van akkor, ha te 70 éves leszel. Mi van akkor? De együtt öregedtek össze. Nyilván persze, meg nem lehet itt nagy igazságokat vonni, hogy tehát itt nincs egy exakt törvényszerű dolog, hogy mi a jó, hát mindenkinek más nyilván. És nem abból kell kiindulni, hogy mert én 41 évesen kitartottam a páromat. Mindig abból kell kiindulni, amikor tisztelet a kivételnek, vagy most nem tudom, lehet, hogy negatív irányba mondom, de gyakorlatilag miért nem lehet azt elképzelni, hogy 20 évkor különbséggel szerelemből lehet együtt élni? Hogyne, biztos, hogy van ilyen, én nem mondom, hogy nagyon sok ilyet lát az ember. A fiaimnak a legjobb haverja volt a párom, és el kell, hogy mondjam neked, hogy nagyon szép példával jártunk elől, ők versenyeztek az én kegyeimért, a két fiamnak ő mutatott példát, tisztességbe, szeretetbe, szerelembe, a nőhöz kapcsolódó viszonyról, és ez elszennyezett a három fiú. Uh-huh. És úgy általában a környezeteteknek mi volt a reakciója a kapcsolatotokra? Ez egy érdekes dolog, mert én kisvárosban élek, és most teljesen mindegy, ha nem mondom ki a nevemet, a hangom alapján mindenki megismer, mert a médiában dolgoztam, bizonyára halljátok, hogy jó magas szoprán hangom van. Igen. Rangos Katalin? Igen. Én rádióztam és tévéztem sok-sok éven keresztül, tehát nem ismeretlen a hangom. És úgy képzeljétek el, hogy itt a városban teljesen elfogadott, sőt, a párom összes barátja hozzánk járt, és szirigyek voltak ránk, mert azt mondták, hogy van egy nő, akihez biztonsággal a párom mindig hazajöhet, aki szereti, tiszteli, becsüli, ételteszelé, szórakozni jár vele, a párom zenész, minden szombaton mentem vele, és ő még zenélt, addig én egyedül táncoltam előtte például. Tehát ez nem probléma. Most mennyi vagy most? Én most 55. 55. Tehát amikor te 60 leszel, akkor ő 40 lesz. Nem, 60 lesz. Ilyen, tehát ezt nem szabad így, Balázs. Nem, csak számolok, hát nyilván előbb-utóbb leszel, csak az ember a matekozok, ugye egy 60 éves nő már kicsit máshogy gondolkodik, másra vágyik talán, mint egy élete tejében a férfiúi fénykorát élő, még 40 éves. De nyilván, ha egy őszinte érzelmi viszony van, akkor itt nem kérdés, hogy ez így jó. Ne feledd, Balázs, hogy 16 éve vagyunk együtt. Igen, ez nagyon szép, igen. Az 5 éve. 21 év, de akkor az 21 éve alatt ő is öregedett 21 éve, és velem. Érted, amit mondok? Tehát minden szokás, ami gyakorlatilag, most ugye nagyon bután fogom magam kifejezni, de ez az igazság, mellettem lesz ő férfi. Tehát azért, hát minden az érzelmi alapokon múlik. Hogyne, nyilván igen, azért itt
igen, igen, persze, az érzelmet nem tudom, hogy ki mit keres egy kapcsolatban, ugye, de hát azért ez... Kérdezte az előbb a Jani a közeget, a város. A város teljesen elfogadott bennünket. Nekem az én nagyon kedves összekedő asszonyom mindig azt mondta, hogy egyetlen egy dolog miatt fogadott el benneteket a város. Soha nem volt körülöttünk kis. Tehát mi tettük a dolgunkat, mi szerettük egymást. Sőt, van olyan, hogy amikor a kislányommal megyünk, akkor ugye le nagymamáznak. És amikor az unokám mellettem volt, akkor mindig azt mondtam, hogy kikérem magamnak. És mi lesz, ha te 65 éves leszel, és ő 45 lesz? De nincs olyan, hogy 65, meg nem szabad. Értem, a most van nyilván, de hát lesz olyan, hogy te már 65, közelebb leszel a 70-hez, és ő még mondjuk 45 éves lesz. Igen, de ezzel nem szabad gondolkodni. Nyilván ez majd akkor hozza az élet a döntéseket, vagy a helyzetet. Meg később meg már több természetes lesz, tehát amikor majd 120 leszel, ő meg 100 lesz. Tehát úgy nem fog bele foglalkozni. Tulajdonképpen egyre jobban közelítetek egymáshoz. Igen. Persze, de hát ez egy jó dolog. Hogy... Igen, de tudod, nagyon sokat jelentett az én életembe, biztos, hogy az ő életébe is én sokat jelentettem. Az élettapasztalattal, a tudással. Igen. Ismertséggel. Nála valaki azt írja, gyerekek, ez a stál. De most mivel mindent együtt csinálunk, ezért teljesen mindegy, hogy mi lesz így, vagy tök mindegy, tök igazad van. Hát aki a jövőbe gondolkozik, persze, nincs ott eleme, hogy nem. Miért Balázs, te nem csiszolódtál össze a vízivel? Dehogy nem, hát mindenki csiszolódik, persze. Nálatok is 10 év múlva te öregebb leszel, meg ő is, nem? Hát igen, mondjuk köztünk egy nagyon barátságtalan 3 hónap van, tehát már más kicsit a felállás, de értem, nyilván az idő persze mindenki. Akkor az előbbi beszélgetésre, amit az Annával folytattatok, visszalépnék egy pillanatra, amikor én 35 évesen váltam el, és 6 évig éltem egyedül, bocsánat, és akkor nem találtam, tehát nekem nem kellett volna az 50 éves férfi. Uh-huh. Hát valami borzasztó, az 50 éves férfi, az gyerekek tele vannak, aki független, az gyanús. Az eléggé. Aki elvált, az tele van tüskével. Akarja nevelni a gyerekem, az én gyerekemet ne nevelje senki, én őt nevelem. Tehát ne szóljon abba bele, hogy most ez jó irány, nem. Segítsen, támogasson, legyen mellettem. Tök igazad van, persze, te még a szűzhóról merítettél, mert ott még azért nevelhető, formálható. De nem én merítettem. Hát vagy akkor merítettetek, igen. Megtaláltatok egymást, persze. Igen. Tehát itt nem tétfésztem én ki magamnak őt. Sőt, megmondom neked őszintén, mikor ő volt a stúdióvezető, azt mondtam, hogy nem akarom bele felvenni a hanganyagot, mert nem bíztam benne. Igen. Mit akar ez a kis taknyos? Mi? Ez volt benned. Ugye? Igen. És aztán rájöttél. 10 éve benne voltam a médiában, és mondtam, nem, hát őt azért nem. Tehát én azt mondom, hogy higgyétek el, hogy nagyon közhely, de a szerelemben ez így van, persze, abszolút. Mindegy, hogy a nője vára, vagy a férfi javára, de a közeg elfogadott bennünket, az ő családja nem. Igen. Ébolya, köszönjük szépen, mennünk kell játszani. Vigyázzatok magatokra. Köszi, hogy beszéltünk. Kellemes napot nektek. Köszi, ciao, hello. Kudlik Júli? Találgattak a hallgatók. Bak Szilvia? Ki lehetett Ébolya? Na jó, van, hármasugrás, játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Érdekes ez, nem? Halló! Halló, jó reggel! Jó reggel, Bodén és Szilvi vagyok. Szia! Oda lelkes Silvi, vagy. Hello, Szilvi, honnan hívsz? Hát persze, hogy lelkes vagyok. Hát most jelen pillanatban itt állok, Szentes buszmegálló. Na, az jó. Igen. Hova tartasz éppen? Orosházára tartunk a csajokkal. A csajokkal? Ez mit jelent? Hát két barátnőmmel vagyok, Szacival meg Gabriellával. Kicsit kirándulunk. Na, nagy buli lesz Orosházán, így csütörtök reggel? Hát igen, reméljük. Élni tudni kell. De mit csináltok tényleg? Tehát hova mentek? Vagy miért? Várja, valaki szaladt felém. Mit csinálunk? Megyünk körbenézni, kicsit kirándulunk, és nem tudom, mit akar. Igen, állok így az útszéren, tehát nem olyan öltözékben vagyok. Na mindegy, kirándulni megyünk, kicsit körbenézünk. Kis kirándulás Orosházán. Nem tudom németül, igen. Jó, jó is ez így csütörtök. Viszonylag kevesen csinálják ezt, de tetszik ez a program. Egyébként mit dolgozol? Mit dolgozok? Kereskedelemben dolgozunk. Kérlek szépen, van egy büfénk, és abba szoktunk tevékenykedni. És ma mondtátok, hogy Szabi irány Orosháza, egy kis kirándulás. Így van. Várj, egy kicsit
türelem, oké, picit, mert most beszélek, picit. Nem látod, mit akar? Ki akar és mit nem akar? Tudom, türelem, türelem, oké. Németül beszél? Nem tudom, de nem tudom milyen nyelv. Útbeigazításként, nem baj, most elment a másik irányba. Na, itt vagyok. Na, leráztad gyorsan. Muszáj. És ott vannak a barátnőid is, Szilvi? Igen, itt ülnek a kocsiba, úgyhogy köszönöm meg ők is, hogy sziasztok, aztán várják a kérdéseket, mint én. Jó. Na, így szól az első kérdés, Zsadikát nyakba akasztulja. Melyik sportág egyik szakkifejezése a touchdown? Amerikai foci. Hát ennyi. Csak már egész könnyűek ezek a kérdések. Menjünk tovább? Igen, igen. Egér alá tét vagy szatyorra tét, így szól a második kérdés. Milyen színen jelölik a nullát a rulettkeréken? A nullát a rulettkeréken, mindjárt mondom, várjál. Zöld! Yes! 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 Mm. Reszke soros háza. Így van. Igen. Jöhet a harmadik kérdés? Jöhet a harmadik kérdés? Igen. Biztos? Saci, biztos? Tuti? Saci, biztos? Biztos, biztos, biztos. Na jó, van, így szól a harmadik kérdés. Melyik dél-amerikai város jelképe egy 30 méter magas Krisztus szobor? Várjál. Mindjárt. Keressük, nézzük, Krisztus. Guatemala. Brazília. Mármint város. Város volt a kérdés, város. Város. Mindegy. Melyik dél-amerikai város? Igen. Rio. Hát Rio, persze. Rio. Rio, tényleg. Most lehetett olvasni, hogy villámhárítót szerelnek rá, mert igen. Belecsapott. Rio, igen. Rio de Janeiro, így van. Igen. Na jó, bum, jöjjön a bum, jó, hát ha, ki tudja. Jó, kiabáltok. Oké. Okay. Tarts na. Közel a telefon, mindenki kiabálása. Itt vagyunk, mindenki. Nagy bumot kell mondani, Gabi. Mit? Figyeljetek, mennek az ajándékcsomagok, tiki-taki. Ajj. A ritmusérzék az nem nagyon van. Nem, megint nem. Sajnos nem. Nem. Nem baj. Rohadt. Jó volt ez így. Nekünk is. Így van. Így van, szegénység most elmentem. Majd Orosházán vigasztalottok. Így van. Mit néztek meg Orosházán? Az kérdés. Hát jó, páros fürdő, azt fogjuk megnézni, mert azt mondták, hogy ezt nézzük meg. Aztán meg majd, amit majd úgy adja magát. Jól van, jó kirándulás nektek, szevasztok. Jó, köszönjük. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jól van, 9 óra múlt 2 perccel jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 4:10 múlt 3 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Feri, hello Jani. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Figyeljetek, mi na. Van? Mi van ezzel a zsiráfot? Ki most még egy zsiráfot kivégeznek? Mit csinálnak a koppehágai állatkert zsiráfkölykének kivégzése után? Állítólagosan készülnek egy újabb zsiráfot kivégezni. Mi bajuk van ezeknek a zsiráfokkal? A nagy érdeklődésre való tekintet, nem fért be az ezelőtti mészárlásra mindenki, és ezért most is. Meg most megnéznek belülről egy felnőtt zsiráfot is, mert ő ugye 7 éves, akit most készülnek kinyírni, az előbb ez egy fiatalabb példány volt, hogy mik a szervi elváltozások 7 éves zsiráfkorban. Szintén Máriusnak hívják ezt a zsiráfot, tehát ott mindenki egyébként, mindenki Máriusnak hív. Akkor lehet, hogy az előző tévedés volt. Lehet, hogy igen. És valójában őt akarták. És újra ki akarnak végezni egy zsiráfot. Uh-huh. Azért, mert egy két fiú van abban az állatkertben, és ezért ez nem jó, ezért el akarják tenni láb alól. És nem érdekli őket a tiltakozás hullám se, azt mondják, hogy hát rendben van. Mi van a dánokkal? Mit csinálnak? Megőrültek? Zsiráf gyűlölet söpört. Mi ez a zsiráf holokauszt, ami történik, hogy folyamatosan ki... Miért csinálják ezt? Normálisak ezek? Szeretek veszélyesen élni. Majd a parkolóban megvárja őket néhány radikális állatvédő. Ez döbbenet. Hát most van ott két hímzsére, de most nem vérel. Nem, azt mondják, nem, nekik nem kell. És pillanatokon belül ezt is kivégzik. Ez valami komoly összeveszés? Hogy haragszanak a zsiráfokat? Ennyi zsiráf az elmúlt 30 éve nem halt meg állatkertben, mint ez a kettő. Vigyék vissza akkor a szavannára. Nem? Hát, ahol már fogságban született, igen. Az már nagyon nem él ott meg. Na akkor. Jó, de ugyanaz lesz a sorsa, csak mégis természetes körülmények, még fut egyet szabadon. Mielőtt megzabálják. De az oroszlánok elcsíjtek. Na de mégis valahogy természetesebb, igen.
meg látja, hogy hol kéne egyébként lennie. Tehát arra például fogadjunk, hogy senki nem mondana semmit, ha azt mondják, hogy van egy konténer, szabadon enged. Szeva zsírci, visszaviszünk a szülőhelyedre, már hogy nem arra, ahol ugye te születél, de ahol egyébként élsz. Így van. Fuss kicsi. Hát valahogy természetesebb. Ugye? De arra nem szólnál semmit, pedig ugyanaz, hiszen mindenki tudja, ha őt most szabadon engedik, akkor egy perc múlva megkajálják azon. Tényleg nem értem, nagyon fura. Na mindegy. Az M7-esen a 145-ös kilométernél Letenye felé szokásos mérés, vigyázzon mindenki, dékülte nekünk. Trafi szerencsés Miskolc között, a négy sávoson, ráadásul a 70-es táblánál Pöcs röfüzeni, mérnek Kecskemét. Jó, de jó aksi van. Kecskemét és Lajos Mize között a régi ötösön, svéd üzente nekünk, M0-ason Megyeri híd előtt befelé fotó, készül szakiüzeni, Trafi a 15. kerület Bánkút és a Szerencs utca sarkánál üzente nekünk, 144-es Farkasgyepű környékén masszív köd nehezíti a közlekedést, a 83-as úton Andor a Kalandor üzente ezt nekünk, köszönjük szépen. Baromi sok a Trafi, újra kirajzottak, mennek, foltozzák a költségvetést, úgyhogy mindenki figyeljen. Görbeházánál is van egy Trafi az M3-ason Budapest felé, ezt pedig Viktor küldte nekünk, és a külső Szilágyi úton szintén mérnek. Na, ennyi Trafi már régen volt. Nagyon komoly. És kiadták minden, a parancsot. Minden vasat bevetnek, hiszen tegnap hallottuk például, hogy egy Lada Nivát is reaktiváltak. Igen, oda tolták a mérési helyszíre. Igen. Micsoda! Jó, egyébként ez egy jó autó. Jó. 50-et eszik 50-en, de... De minden átmegy. De minden átmegy, megfogni nem lehet, igen. Na, ha már állatok, találtam egy neked való munkát, Jani. Na, ha így gondolkoznál azon, hogy esetleg mit csináljál. Minőségi ellenőrt rüffelgyárba? Vagy igen. Nem erre gondolt. Nem, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkénteseket keres. Te imádsz ilyen mindenféle fészkeket figyelni, meg sízőhelyeket, meg hómennyiséget a Kékestetőn. Felnőtteknek és nyugdíjasoknak kiemelt segítőként parlagisakas fészek figyelésre lehet elmenni. De gyönyörű szakma te. És ugye hát a parlagi sas fokozottan védett Magyarországon, a költő állományát akarják megóvni a fészkelési időszakban. Melyik költői? A parlagi sas. Az önkéntes sasőrök négyes turnusokban mobiltelefonnal felszerelkezve értesíthetik a tanúvédelmi program munkatársait, akik megteszik a szükséges intézkedéseket, ha kell. Mert nem az volt, hogy egyedül mehet? Milyen négyes? Kette-hárman is mehetnek egyébként, tehát turnusokban is lehet. Aha. Ha valami gondot tapasztalsz, mobiltelefonon kell értesítened a helyi erőt, aki kimegy és megnézi, hogy van-e valami rendellenesség abban, amit a parlagi sas figyel. Neked nem lenne más dolgod, mint hogy bekucorodni valahova. És sasolni. És, és hát amit te nagyon szeretsz, félnomád, expedíciós körülmények Zseni. Között, mint a heti vagy ötnapos váltásban őrizni a fészkeket, és minimum egy, maximum négy ember lehet a váltás. Na most képzeljük el, hogy ez hogy megy. Tehát nem kérek váltást eleve. Te egyedül lennél. Én úgy indul. Na de várját, ha elalszol, és ott valami rendellenes dolog. Egy őr sose alszik elő. Egy hét alatt, ha megpihensz, azért kicsi fejedet álomra hajtod, azért néhány órára, ki tudja, hogy közben mi történik a sassal. Milyen sas ez? Parlagi. Parlagi sas. Na most én oda megyek laikusként. Nézzük meg, hogy zajlik ez a valódi életben. Engem ott valaki felkészít, hogy mit figyeljek? Hát honnan tudom, hogy mikor... a parlagi sast? Na de honnan tudom, ez hogy mikor van baj? Ez a tárcső, az a fészek. Abba okay. Az irányba kell tartani a tárcsövet, itt állíthatod az élességet. Na, jó, tessék, mondok valamit. Ott hagyja a tojásokat egy órára. Aha, természetes vagy természetellenes? Ott hagyja három órára. Jelelek, nem jelelek. Riadóztatom a határőrséget, a Madártani Egyesületet. Tehát honnan tudom, hogy mi a normális viselkedés egy olyan állatnál, amit én a büdös életben nem figyeltem meg. Valaki nekem elmondja, óránként a sasmadár megjelenik. Hát, két óránként enni hoz a kikelt fiókáknak. Éjszaka négy óra. Érted? Tehát, hogy három órára elmegy, én ülök, várom, hülyén, hát szóljak, hogy eltűnt. Vagy várjak, és legyek türelmes, mert majd vissza. Nem az idegen behatolást kell jelezni? Hogy az jön mi? Valaki el? Mi amikor feljajdulsz. Józsi, hülyen vagy. Szálljál le rólam. Értem, hogy együtt vigyázunk. Értem, hogy sok az öt nap, nekem is hiányzik az asszony, de takarodjál le róla, mert úgy segbe rúglak. Tehát mit kell nekem ott figyelnem? Figyelem a fészket. Távcsővel. Ott ülök és nézem. Mi a rendellenes? Tessék. Honnan tudom, hogy valami nem stimmel?
Mikor hívom én a madártani intézetet a forró számon, szerintem mint laikus? Megmondják azt, hogy mennyi idő után kezdenek veszélyeztetetté válni a tojások, miután elhagyta a tojó a fészket. De mi nyilván ilyenkor őket kell értesítened, mert te nem kuporoghatsz rájuk. Pont ezt akartam kérdezni, hogy tudom, hogy a madártani intézet 4 óra még leír egy munkatárs. Körbenézek, látom, hogy nincs sehol, fölmászok a fára, és kicsit rákuporodok. Igen. És fél órára, és kicsit melegítem, az baj. Az a baj, hogy én már láttalak zuhanyozni, és tudom, hogy nincs annyi sekszöröd, mint mondjuk Varga Viktornak. Mert is most, igen, most láttuk ez egyik magazinban, neki akad. A legjobb csempeüzletben nincs annyira sík csempe, mint amennyire csempe van. A rám lépné a hanyattesnél, úgy csúszom. Te fölcsúszik a borotva, hogy húzod le alul? Gyerekek, teljesen csempe vagyok. Rajtam óriás műlesiklást kell csinálni. Ennyi. Érted? Nincs rajtad elégszer ehhez. De miért azért tudok meleget csinálni? Igen. Be tudom úgy őket rakni azért a farpofáim közé. És azt mondom, hogy nem hívom a madártani intézetet, melegítem én őket egy óráig. Na tessék. Mm. Tehát itt nincs... Tehát ez baj? Vagy elrepül a madár, és azonnal leadom a drótot, hogy baj van, mert elrepült? Hát az a lényeg, hogy ő repüljön egy kicsit. És akkor a természetes ellenségeket meg így hesegeted el? Ez az én fészkem. Ez az én fészkem. És nagyon fontos egyébként, hogy a fiókák hallanak a tojásban, tehát neked az anyuka hangját kell utánoznod. Hogy csinálod? Na... Nem rossz parlagisas. A gyerek, nem rossz. A bereket, hát ennyi. Hát nehogy már magányosan érzik magukat. Mi a veszélyforrás? Azon ki, hogy eltűnik. Valaki meg kirabolja a tojásokat. A kígyó. Kígyó? Nem megy sűrű megy arra felé. És hogy kell, mondjuk én azt látom, hogy valami megzavarja a madarat. Mert nekem a nyugalmát kell biztosítanom. Nálam van fegyver, és rálőhetek az illetéktelen behatolókra? Vagy elzavarhatom azokat, akik ott próbálják az ő kis szerény költését ott megzavarni? Amennyiben ez egy helyi szövetkezetnek a permetező helikopter, akkor inkább meg. Rohadj meg, akár, hogy innen. Igen. Azt mondja, azt mondja. Zavarod a költést? Csőre töltök. Van náluk periszkóp. Micsoda? Periszkóp. Miért ez árterem van? De víz alatt vannak szegények, ahogy? Akkor búvás felszerelést vigyél. Álcázzák magukat fel. Lehet, mi van, ha neked egy tó közelébe fészkel, érted? Akkor be kell menned a tóba, feldugod a kis periszkópodat. Megnézed, hogy ott van a madár, csak utána jöhetsz ki a vízből. Szerintem a távcső is van náluk, és még teleszkóp is. Minden, periszkóp, teleszkóp, távcső. De a teleszkóp minek? De, ja, hogy mi van náluk teleszkóp? A lábuk, amikor lépnek. Puhán lépjenek. Ezt írja, egy kilométeres távolsággal, az előbb említett eszközökkel felszerelve figyelheted a madarat. Na? Gyroszkóp. Minden van nálad. Szerintem ez azért van, mert hát én sok mindent olvastam parlagisasról, de azt, hogy hülye, azt nem. Tehát, hogy ő valószínűleg kiszúrja, hogyha ott van a közelében egy ember, és skubizik. Ezért messzebb kell lenni. És minél messzebb kell tőle lenni. Oké, például elmegy a madár. Én kiszúrom, hogy jött egy másik madár, és hülyének néz engem, meg saját magát, ráül a fészekre melegíteni kicsit a tojásokat. Nem mondjuk valami tévedésben. Uh-huh. Én akkor közbeszólhatok, mint önkéntes megfigyelő, hogy látom, hogy nem a fészek tulajdonos ült rá Ha jön egy kakukkfiók, és megpróbálja kilögdösni a fészekbe. Például közbeavatkozhatom, vagy hagynom kell a természetes szelekcióját, hogy tegyen rendet, és ha azokat a tojásokat elrabolják, akkor nekem nem szabad közbeavatkozni. Tehát itt tulajdonképpen jogfosztott vagyok, semmilyen lehetőségem nincs. Jelzek a madártani intézetnek. Itt vöcsök, kakuk a fészekbe. Valami nem stimmel. Kakukfészek. Jelentkező. Vöcsök vagy kakuk, vagy csak én vagyok, a kakuk van a fészek. Ott azért lenne nagy elvesz, mit akarsz, te ilyen mondd a nevet, vöcsök vagyok. Mi nem vagy te vöcsök, te ember vagy. Szóval, hogy azért itt vannak bennem kérdések. Vannak. De téged egy ilyenre beneveznélek. Te imádnád. Én valószínűleg ott feküdnék mindenféle ilyen izével, ilyen tereptart rongyokkal beborítva, gyakorlatilag mint egy ilyen sniper, egy ilyen mesterlövész, és meg se rezdülnék, meg sem moccannék. Az arcom átszázó festékkel lenne befestve, ez teljesen természetes. Valószínűleg előtte valamilyen ott azon a környéken a honos állatnak az űrülékével bekenném magamat. Igen, az a baj, hogy neked ez egy ilyen háború lenne. Tehát, hogy te úgy védenéd a madarat, hogy közben harcolnál az elemekkel, az éjséggel, nem innál, hogy kiszáradjál, egy kicsit megtapasztalt, hogy milyen. Így ha van. Például már kikeltek... Az én szívemet váljátok, adjátok a fészket! Ha például kikeltek, és a madár nem jön vissza, akkor hány óránként kell a fiókákat etetni? Tehát mikor érzem, hogy baj van, és oda kell mennem egy kicsit szájból szájba etetni? Ez az, nem ez a gond, hogy hány óránként, hanem szájból szájba, ahogy mondod. Tehát, hogy és hát giliszták, rothadók. Egy kis nyers hús, érted, és hát nekik ugye a nyelved is nyers hús kategóriába tartoznak. Ők nem azok, akik fölrókázza az anya, ugye? De azok viszik a csörben, vagy ők vissza, ők nem, ez az még az a pelikán? A hétvégi parti. Fejéként a Jani lenne a parancsnoka az egységnek.
minden. Nem, reggel. Az egységparancsnok Sassi József lenne, gyerekek. Tehát, ja, hát egyértelmű. A vezér. Igen. Tehát ő lenne a vezérünk, és akkor utána menjünk, vagy kijöhetne még szóba. A főszponzor pedig természetesen a Scandinavia Airlines. És a kiképzés pedig Special Air Service-esek tartanak. Nagyon szeretem, hogy a Madártani Intézet ezt így intézi. De benevezhetnélek egy ilyenre, nem? Igen. Abszolút. Annál is inkább egyébként, mert rajta vagyok az ügyön. Az interneten keresztül, mert hogy ugye ezt egy webkamerán keresztül lehet figyelni. Igen. Hát akkor te már rajta vagy, igen. Mit mutat? Ott van a madár? Itt van, most nincs ott. Nincs ott? Nincs akkor ott. Baj van, Ria. Akkor nagy baj az van, előbb hívjuk. Egy rakás szarka volt egyébként az etetőhely körül, amit itt meg lehet nézni, ez a parlagi sasnak az etetőhelye. De ez most az etetőhely, vagy itt költet? Igen. Ezt kéne őrizni? Nem, ez az etetőhely. Nem tojok be az izgalomtól a kép, láttál. Egy hatalmas pusztába kettő darab foág, meg néhány mag leszorva. Az előbb egy rakás szarka volt. Az iskolája, de izgalmas. Fészekről nincs kép? Arról nincs. Pont 8 percig tudnám találtam. Ezt így ebben a formában nézni. Tehát pontosan annyi az inger. Fél. Ja nem. De most... Itt van Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület sajtósa, akivel már beszélgettünk ugye gólya ügyben is, amikor szegény egyiptomiak felzabálták azt a nyomorult magyar gólyát. Hello Zoli, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlet a hallgatóknak is! Jó reggelt kívánok! Mikortól indul ez az önkéntes megfigyelés, amit meghirdettetek? Április 11-től augusztus elejéig fog tartani, hát persze, hogyha a sasok is úgy viselkednek, ahogy... Hát, mert ugye költészet napja, hát érted április. Ha milyen szép árukapcsolás. Figyelj, ide teljesen laikusok is jelentkezhetnek? Tehát ha mi benevezzük Jánost, aki állik felfegyverkezve, megérkezne erre a madárvédésre, ő mehet? Abszolút, hát ma nagyon vicces egyébként, hogy ma kaptam a kollégát egy ilyen mókás továbbított e-mailt, hogy két nyugdíjas vadászpilóta is jelentkezett. Tényleg? Ami jó, mert egyébként gondolkodtunk azon, hogy ez ideális mondjuk gyakorlóterep lenne a mélységi felderítőknek, mesterlövészeknek, mert azt kell csinálni, egy hétig mozdulatlanul feküdni, és mondjuk zacskóba hát rétézni. De itt az őröknek nem kell ennyire szélsőségesen, de aki akarja, az kommandózhat. Figyelj, de felkészítették az ártatlan lelkes amatőröket, hogy mi a természetes? Még nem eltűnne a madár két órára, én annyira nem izgatnám magam, hogy meg sem mozdulnék, de lehet, hogy a madár közül rég halott, mert fél óránként visszajár a fészkére. Tehát ezt honnan tudjuk, hogy mi a természetes? Hát azért fél óránként nem jár vissza a fészkére, azt elmondják a kollégák, és nagyon gyorsan rá lehet egyébként érezni a madaraknak a ritmusára, és gyorsan kiderül, hogy valami természetlenes, tehát még a kidől a fa az elég feltűnő. Azt mondjuk akkor azért viszonylag megcsörgetnének benneteket, igen. Igen, akkor szólnak az őr kollégáknak, és akkor be tudunk avatkozni. Igen, és kik jelentkeznek még? Bárki mehet? A gyerekek is, felnőttek, nyugdíjasok, bárki? Hát nyilván mondjuk 18 év alattiak nem az elég cinkes, de mondjuk tényleg ilyen 14-15 évesek már szülői engedélye jöhetnek, nyugdíjasokat is várunk, és hát elsősorban a középiskolásokra és mondjuk az egyetemisták főiskolásokra számítunk, főleg aki ilyen szakirányban érdeklődik, de teljesen amatőrök is jöhetnek. Hány tojást tojik egy ilyen madár? Mennyit kell ott számon tartani, vagy fejben tartani, vagy körülbelül mire kell figyelni? Mennyit kotlik? A hegyvidéki területeken két tojás, de a síkvidékeken, ahol jobbak az életkörülmények, egyre gyakoribb a három tojásos fészek, és a fel is nevelt kire. Figyelj, a János nagyon pánikba esik, hogy a madár nem jön vissza, és két óra után kicsit elmegy ott, rátelepedik a tojásokra, az nem baj, tehát ezek benne vannak, nem? Ezzel nagyon nem tud ártani, a kicsit melegít. Hát végül is nem, utána haza is viheti a tojást is felnevetni, hogy rákoporod meg ember a pénzt. Én imádom, ha onnan elmenjek, de hát ugye sajnos tényleg ennek reális értelme van, két vagy három éve volt ugye, hogy kiraboltak három fiókát a fészekből, ugyanis ezeket illegális madárgyűjteményekbe elég jó pénzre el lehet adni. Aha, tehát akkor idegenben, hát akkor Jani, hát azért ez akkor a te teleped, hát itt akkor lehet, hogy lenne egy kis testi dulakodás, verekedés, hát hogy jönnének azok, akik el akarják vinni a tojásokat. Viszont csak hideg fegyverrel dolgoznék, csendben, halkan, gyorsan. Az, igen, hátulról kúszva, igen, ahogy ezt. Milyen messziről kell figyelni a madarat egyébként? Hát egy olyan 1 kilométeres távolságot tartunk, ugyanis főleg a költés időszak elején, tehát a kotlás kezdetén az első néhány hétben rendkívül érzékenyek a madarak. Ha valaki
néhány száz méterre megközelíti a fészket úgy, hogy nem autóval, hanem ott bóklászik, akkor az szinte biztos, hogy a fészek tönkremenetre jöhet. Engem ez a dolog érdekel, lehet ott közben alternatív programokat szervezni? Tehát ott kotlik a madár, néha ránézik, mint a vadászom egy kicsit közben, vagy íjászat verseny, tehát valami, ami nem fekszem hasonló, és bámulok egy fészket egy hétig, mert ez nem haladja meg az inger küszöböt, de esetleg vadozna egy ott. Mikor kimegyek, lovagolok egyet. Váltásban dolgoznak ott az őrök, és ez azt jelenti, hogy én magam is őriztem 80-as években kerecsenfészket a bükkben. Ez azt jelenti, hogy meldöntik egymást között az őrök, hogy egy vagy két órát vagy többet akarnak ott tölteni. Ugye gyakorlatilag azt lehet, hogy a táborhelyről nézik a madarakat, tehát ilyen szempontból ez egy mintha kádból néznénk a valami tévéközvetítést, és közben természetesen lehet egyebeket is csinálni, lehet tanulni, mit tudom én, diplomamunkát írni, tehát kirándulgatni. Becsatlakozni illegális fakitermeléshez, besegíteni mindent, ami hasznos. Persze, csak ne stílfűrészre, mert az zajok, és az megint. Ez azért lényegesen könnyebb feladat, mint amit te csináltál a 80-as években, mert érted, amikor, ha a szerecsenek fellázadnak, érted, akkor... és őrizni őket. Van valami titkos nyelv, amit meg kell tanulni? Tehát, hogy a sas előtt... A keresen nyelvet jó helyen. Tehát a sas előtt ne bukj le, érted? Ha megkérdezi, hogy ki vagy. Ha bármi gondolok, ugye több nyelven, a help, hírte, upomocs, bármilyen kérdezik használni. Nincs semmi extra. Igazán, amit kérünk a megfigyelőktől, hogy az őrnaplóban folyamatosan jegyezzék a madarak viselkedését. Ezt azért el kell mondani, hogy amire az önkéntesek itt lehetőséget kapnak, ezt a főállású MMS alkalmazottak, tehát a projekt vezető kutatója sem tudja megcsinálni, hogy egy hétig ott van a fészeknél és megfigyelje a madarakat. Tehát nagyon sokan vagyunk az MMS-nél, aki bárki fél karját odaadná, hogy legyen 5 napja így, hogy a madarakat tudja megfigyelni. Mi is odaadjuk a Jani fél karját. Mi meg ilyen könnyen humorizálunk ezzel, közben milyen nemes feladat ez. Igen. Lesz-e olyan webkamera, ami magát a fészket mutatja? Mert hogyha Jani megtalálta az etetőhelyet, de a 3 varjunk kívül senki nem szállt még oda. Igen, hát tavaly is volt egy ilyen kameránk, csak ugye nem olvassák a madarak a szakirodalmat, és nem abba költöztek, de aztán elképesztően érdekes jeleneteket vett fel ez az idézőjelben üres fészekben is a kamera. Hát ezekben a napokban fog eldőlni, hogy a bekamerázott fészekben lesz-e költés. Ugye ezt tudni kell, ugye említettem, hogy nagyon érzékenyek a madarak a költési időszaknak, különösen az elején. Ez nem úgy megy, hogy az ember látja, hogy a madarak melyik fészket szatorozzák, és akkor fölrongyolunk és kihelyezünk kamerát. Ez elég nehézkes dolog ez így. Azt csináltuk, hogy az elmúlt években legtöbbet használt fészekhez raktunk ki kamerát, és hát most ilyenkor lehet izgulni, hogy abba költözzenek bele a madarak. De hogyha sikerül, akkor jó, mert akkor sastexet is lehet figyelni. Figyelj, hogyha megígérem, hogy tényleg nagyon csendben leszek meg óvatos, akkor nem lehetne egy nagyon picit közelebb hozni a fészket, mert kb. 10 méterig vagyok pontos dobócsillaggal. Hát lehet, csak ugye 10 méter magasan is van, tehát itt azért már egy kis matekinket is bele kell nyomni, meg ugye ágak között a dobócsillag annyira nem hatékony. De egyébként tényleg, hogyha itt nagyon unjátok már majd a irodai munkát, tehát bent a stúdiót, akkor akár szívesen fogadunk benneteket onnan egy bejelentkezésre. Nem, biztos. Tehát, budi van, vagy ez ilyen szabadban? Jó, nagyon jól mondod, budi van, igen. Egy 8 kilométerrel arra lépne. Nem, hát nyilván nem a sátorba és nem is a konyha mellett, lehet, hogy menni kell 10-12 méter, de legyártattuk a búdit, úgyhogy azt is élvezheti, aki nagyon jó. Nagyon jó. Figyelj, itt minden van gyakorlatilag. Ez nagyon felszerelt dolog ez. Nagyon. Tehát ez a te tereped lesz, János. Én abszolút, de azt gondolom, hogy titeket is be tudnálak vonni, mert akkor tudnánk már portyázni is. Hármasban azért mégiscsak már egy raj lennénk. Lehet biciklit is hozni, lehet szobabiciklit is hozni, mert kis helyen lehet vele sokat kilódni, tehát... Körbeportyáznánk a terepet, az esetleges rapsiszokra már, még akció előtt rágyújtanánk a csőszkunyhot. Minden, figyelj, ezeknek a madaraknak semmi bajuk nem lenne, ha mi radikális természetvédők ott. Az biztos. Engem nem vihetsz, mert ha én tojást látok, az rántotta. Ja, igen, mondjuk Feri. Az a baj, hogy a Feri meglát egy tojást, azt megeszi. Igen. Na jó, oké, köszönjük szépen. Jó munkát nektek, köszi, hogy elmondtad, Zoli. Köszönöm szépen a lehetőséget, nektek is jó munkát. Ciao, Orbán Zoltánnak, köszönjük szépen, a Madártani Egyesület sajtósának, köszönjük szépen. Akit konkrétan érdekelne még, és ki szeretne minket golyozni ebből a jó kis melóból, akkor az www.mme.hu, itt tájékozódjon. Igen. Na jó,
Helyesek, egyébként egy éjszakára elmehetnénk. Az, hogy áprilisban még hideg van, de egy... Istenem, egy újabb terv, amiből semmi a, nem igen, lesz. Egy soha szárba nem szökkent terv, amit nem csinálunk meg, de egyébként egy éjszak az erdőben az nagy volt. Ha hárman megyünk ki, és mondjuk adott esetben nem viszünk magunkkal hálózsákot, akkor is tudunk, mit tudom én, egy ilyen órás váltásba szendvicselni. Egyszer én vagyok középen, ti vagytok két szélen. Hát én meghúzom magam a Feri hasonlatot. Figyelj, mi lefekszünk a földre, a Feri ránk terült egy jótékony paplamiot, szerintem meg vagyunk egyébként. Csak ki vigyáz a Ferire? Há, ugye? Hát ugye? Ha ellopnak rólatok engem. Mondjuk, hogyha ő túljas kezdőt hoz magával a Feri, akkor én elférek a hüvelykújban, mint az öreg hangja. Neked az hálózsák nem megyik. Na jó van, 3-4-10 lesz, 4 perc múlva pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Azért ez döbbenetes adat volt, nem? 6-szor annyit keres egy vaxmester, mint az egész sísport ráfordított támogatása. Hihetetlen. Hello Csabi, jó reggelt! Jó reggelt! Aranyból van a keze? Vagy arannyal vaxol? Nem, ilyen keveset kapnak a síjelőink. Ja, viccanyítás kérdése minden. Hívjuk a naphallgatóját már is. Ha mondja, hogy morning show, övé az ajándékcsomag. Ha nem? Hát akkor. Akkor a többi ajándék formában. Az övé. Akkor a többi ajándék az övé. Az is van. Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello. Rossz a vonal? Ja, nekem volt hangos a rádióm. Igen? Igen. Hello, hogy hívnak? Csaba vagyok. Csaba, honnan hívtál minket, hogy hol értünk el mi? Kecskemét. Kecskemét, Csaba. Ugye beszéltünk a Madártani Intézet akciójáról, hogy lehet figyelni madarakat hosszú napokon keresztül. Te írtad, vagy azt írtad, hogy órákig figyelni a sast, szilveszterkor megpróbáltam, lehetetlen küldetés. Ugye, mint a mikroszkop színpadra. De vonatkozott, de rohadék esemes volt ez. Nagyon szerettük, te vagy a nap hallgatója. Köszönöm szépen. Örülsz picit, vagy már nagyon szabadulnál menni, mert dolgozol? Ja, nem, dolgozom éppen, de félreálltam, úgyhogy... Mit szállítasz, vagy mit viszel? Én húskészítményeket terítünk itt Kecskemétnek környékén. Meg csináljuk itt a Kecskeméti Birkózó Klubot is a srácokkal. Egyébként emlékszünk is még rá halványan a régi korszakban, nagyjából egy korosztály vagyunk. Mikori vagy? Én 80-as vagyok, de itt a srácokkal, akik csinálják a klubot, vannak idősebbek is. 80-as, de ő is elvert. És igen, együtt birkoztunk, vagy a srácokkal? Igen? De halványan emlékszünk rád. Halványan tesz szemét. Mindig lementél a kicsikhez. Önbizalom vagy őket. Mindig lementem Kecskemét, és igen. És serdülő ávoltam, és serdülő bécseket rommá vertem. Vagy junior voltam, és akkor serdülőket, igen. Tus helyzetben szeretnél beszélni akkor is. Kidumáltad magad. Igen. Feladom, csak engedje. Jó van, köszi, ti vagytok, hogy te vagy a naphallgatója. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao, sziasztok. Hello. Csabikám, gondolom, hihetetlenül remek zenéid lesznek. Így majd. Van. Pitbullt hozom, aki szeretett volna megint együtt dolgozni Sakirával, de Sakira nem vállalta, hiszen éppen készített egy duettet Riannával. Épp ezért beérte Kesával is ez a Pitbull gyerek. Szerintem ez a dalnak nagyon jót tett, ez a saját szerény véleményem, úgyhogy meg is mutatom, jó kis country újdonság. Ez a Timber. Dől a fa. Őrület. 555-5500, ez a telefonszám Csabitól, itt lehet dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Ciao.